Köszöntök mindenkit ezen a különleges estén, az adventi időszakban, abból az alkalomból, hogy 10 év erőfeszítése után könyvformájában is megnyilvánult a Vedanta Sutra. Bár bizonyára tudjátok, hogy ez már a második kötet, mert a 17. században keletkezett Vaisnava változatot adtuk ki először Baladeva Vidyabhúsanától. De időközben úgy találtam, hogy ortodox módon egyetlen nézőpontot képvisel, arról nem beszélve, hogy rettenetes távolságra van a Vedanta keletkezés idejétől az a magyarázat, hiszen Sankaracharya a 8. században írta meg az első kommentárt a Vedanta Sutrához, amit pedig mi kiadtunk az a 17. században, esetleg a 16. végén, ha az indiai időszámítást nézzük. Keletkezett, tehát az eltelt közel 1000 év az jelentősen megváltoztatta a Vedantáról való gondolkodás módot, és ezért akartunk egy olyan kiadást, ami Vyászának, Sankaracharyának és Ramanujának az alapvető gondolatain vagy nézetein alapul. De mivel összeállítottam egy sorrendet, ami mentén haladhatunk, vágjunk bele talán úgy, hogy a legrégibb írásos emlék, ami utal arra, mi az, hogy Brahman vagy abszolút igazság, az a Rigvédában található, és ez a Rigvéda, ez fennmaradt írásos példányban, úgy képzeljétek, Krisztus előtt 1750-re tagsálják a tudósok, még a nagyon szigorúak is azt mondják, hogy Krisztus előtt 1500-ban keletkezett, csak összehasonlításképpen az Ószövetség fennmaradt legrégebbi példánya az Krisztus előtt a 8. századból származik. Tehát közel 1000 évet ver rá, és ez már írásban. Tehát akkor nem tudjuk, hogy milyen a szájhagyomány, ami nyilvánvalóan megelőzte. Szóval innen választottam egy mottót, egy fohászt a mai este behangolására azért, mert voltak éppen a Rigvéda az alfája a tudásnak, a Vedanta Sutra pedig az omegája. Tehát a Rigvédával kezdődött az emberiség képzése vagy tanítása, és nyugodtan mondhatjuk, hiszen a neve is azt jelenti, hogy Vedanta, vagyis hogy a tudás vége, hogy a Vedanta Sutrával ért véget ez a hatalmas korszak, ami próbált segíteni nekünk. Azért vált szükségessé a Vedanta stílusban, Upanishad stílusban tanítani, mert az emberek megváltoztak. Amikor a Védák megjelentek, mint tudomány, ugye azt is jelenti, hogy tudás, ez a szó, hogy véda, szanszkritül konkrétan azt jelenti, hogy tudás. Nem az a tudás, mint a gyána. A gyána az inkább spekulatív, megszerzett filozófiai tudás. Azt mondjuk, hogy véda az egy egyetemes bölcsességet jelent, ami nem is biztos, hogy embertől származik. De akkor, amikor az emberiség ezt a tudást megkapta, a fejlett bölcsek is jobb agyféltek és gondolkodásmódban voltak, nem is volt ilyen írás, mint most. Tehát csak képírási rendszerek voltak, plasztikus képekben gondolkoztak, inkább beleéreztek az emberek az igazságba. Alapvetően nem az volt jellemző ránk, hogy ilyen kötekedő, okadatoló módon mindenben kételkedve építjük fel az életünket, hanem egy hosszabb hullámokon, egy ős bizalommal eltelve élték az életüket, magyarul senki nem volt materialista, elképzelhetetlen volt. És majd látni fogjátok, mindjárt belevágunk, a nyugat torzult ettől a legjobban, India ilyen utóvétharcot vív ezzel szemben, ahogy nőtt a balagyféltek és gondolkodás, ez a hiszem-ha-látom megközelítési mód, úgy süllyedt el az emberben a képesség, hogy megértse a képi üzeneteket. Egyébként ebben volt egy praktikum is, hiszen bármilyen anyanyelved lehetett, ha kaptál egy képzést a Védákra vonatkozóan, akármilyen anyanyelved volt, ránéztél egy mandalára, vagy egy bármilyen ősi szimbólumra, és azonnal értetted az összefüggéseit, a magyarázatát, tehát idegenek is értették egymás közt ezt az ősi üzenetet. Ugye később pedig, amikor ezzel a lineáris írással le kellett írni mindent, egyre másra születnek a kommentárok, hiszen minden nemzedéknek újra a segítségére kell sietni, hogy megértse ezt az ősi tanítást. Szóval így hangzik ez a Rigvéda 6.9.6. Füleim megnyílnak a hallásra, szemeim látják őt, a szívembe plantált fényt, és a lelkem szárnyal. Ő hatja át elégedett elmém, kinek gondolatai oly messze vannak. Miként beszélhetnék róla, hogyan is lehet ezt elképzelni? Tehát jól nézzünk ki, ha már a Rigvéda is azt mondja, hogy
hogy miként vagy hogyan. Természetesen sehogyan, mégis itt ülünk, és meg fogunk vele próbálkozni. De úgy, hogy lépésről lépésre inkább hitet és optimizmust akarunk éppen a Vedantából kiindulva kelteni, de el fogjuk mondani őszintén, hogy van egy nagyon komoly nehézség az igazsággal kapcsolatban. Éppen ezért talán még egy mottót betehetnénk a mai estéhez. Ennek a szanszkritja is szép, ugye, Sarvasuti Shiroratna Virajita Padam Bhuja, Vedantam Bhuja Suryoya Tasmai Shri Gurave Namaha, ami annyit jelent, hogy hódala a Shri Gurunak, kinek lótuszvirág lábait a kinyilatkoztatott írásokból származó bölcsesség gyönyörű drágakövei díszítik, és aki a Vedanta napja. Ugye a hagyomány szerint ez Sivának a felesége mondja a saját férjének, akit ugye Shri Gurunak tekint. A Naradán az egyik tantárgya a Shri Guru Gita egyébként. És hát végül, mielőtt részletezni kezdenénk, Shankaracharya is megemlíti a Vedantát a Viveka Chudamani, tehát a Megkülönböztetés drága követ című művében, és a következőt mondja: létezik egy legfőbb mód, amely véget vet az evilági létezésből eredő félelemnek. Tehát magyarul a mi létezésünknek a lételeme a valamilyen fokú szorongás egészen a rettegésig. Hát most ezt nem kell cizellálni, mert éppen 2 éve szórakoztatnak bennünket ezzel, hogy az egész világ tanuljon meg rettegni, és ugye nem a végét akarom elmondani az elején, de ugye aki retteg, az nem tud szeretni. Tehát a félelem önmagában kizárja, hogy ember emberhez közeledjen. Tehát ördög ilyen zseniális, ami zajlik, és akkor még űzik, hajtják az embereket, hogy engedelmeskedjenek meg hasonló. De nem folytatom, mert ugye fölvesszük, aztán egy csomó vágást kell csinálni a kollégáknak, hogy nehogy letiltsák az anyagot. De ugye feltűnő, hogy a gondolkodó értelmiség sem vizsgálja, hogy ugyan milyen célja lehet ennek a rengeteg mentális manipulációnak, hiszen az ember nem a teste, ha még nem is tudjuk, hogy lelkek vagyunk, tehát hogy transzcendens önvalók, úgy hívjuk, hogy Átman bizonyára emlékeztek rá. Még akkor sem igaz, hogy azt mondjuk, hogy az ember test, mert alapvetően az elménk irányítja a test érzéki működéseit is, már aki elérte az emberi tudatosság szintjét, mert ilyenkor a kis ördög mondja, hogy azért nem mindenkinél, tehát valahol a test irányítja még az elmét is, de azok nem itt ülnek. Az biztos nem teszi ki magát egy másfél órás Vedanta előadásnak. Majd így folytatta Shankaracharya: ennek révén átszeled a szamszára óceánját, ugye ez a létét való küzdelem szanszkrit neve, és eléred a legfelsőbb üdvösséget, a Paramánandát. És amiért beválogattam ezt az összetett verszakot, a Vedanta értelmén való elmélkedés hathatós tudáshoz vezet, melynek azonnali eredménye az evilági létezésből születő szenvedés teljes megsemmisülése. Ugye Shankara felhívja a figyelmet arra, hogy a Vedantának olyan ereje van, hogy a rajta való meditatív erőfeszítés, tehát a tudásszerzés kísérlete már megnyugtatja a szívet és az értelmet. Nem csak a megvilágosodás, mint egy végső lezáró fejezete hozza el az emberben a békét, hanem önmagában egy olyan tudást, egy olyan saját személyes lelki műveltséget szerzünk, amivel összetudjuk szedni magunkat, például le tudjuk győzni a félelmet, le tudjuk győzni a különböző vágyakat, tehát hallatlan jelentősége van. Emlékeztek a mondásunkra, hogy az út is aranyból volt? Az egyik Upanishadnak a hasonlata, tehát nem csak a templomban aranyból, hanem az oda vezető út is. Tehát tudjuk, hogy nem értünk a végtelen felé vezető útnak a végére, de már közben is olyan adományai vannak az erőfeszítésünknek, hogy másként látjuk magunkat, másként látjuk a világot, szóval az ember összekapja magát. Márha ember, gyertek csak, még az elején vagyunk, simán be tudtok kapcsolódni. Ugye nem feltétlenül humornak szánom, de ugye az embert különösen, például vannak ezek a könyvek, a Csupasz Majom, tényleg rengeteg könyv van, ami kifejezetten úgy mutatja be az embert, hogy szépen érvelnek is, hogy azért vagyunk csupaszok, mert az egyik majom törzs az tavak és vizes élőhelyek mentén élt, és a szőr zavarta a halászatban. Ez tudományos könyvek, a szőrzet zavarta a majmot, és akkor így születtek az emberek, hogy lekopott rólunk a szőr a nagy úszásban. Hát azt a medencékben nem látjuk a úszóbajnokokon, hogy így
lehet, hogy előre leborotválják, hogy haladjanak. Mindenesetre egészen döbbenetes, hogy mik vannak. De a tény, hogy a Darwin-féle evolúciós elmélet óta valóban gondolkodó majomként írják le az embert, és kétségtelenül igaz, most nem Emil Zolát akarom idézni, de van állat az emberben, az a könyv az kegyetlen. Kevés könyvet dobott ki anyám kamaszkoromba, és nem ajánlotta. A filmet mégis megnéztem, bár ne tettem volna. Ti se tegyétek. Szóval, de az ábrázolás realisztikusan igaz, hát brutális. Tehát az ember visszafejlődik az ösztön lényé, arra valóban mondhatjuk, hogy állat az emberben. És ugye az ilyen ember típusról lehet megfigyelni, hogy tényleg csak biológiai szükségletei vannak. Ugye ez a tamasz vagy sötétség. Van egy kategóriával fejlettebb ember, akinek már mentális szükségletei is vannak, tehát ez a rajasz vagy a szenvedély, tehát tanul, vágyik a szerelemre, a menedékre, otthon terem, tehát ezek mind szép dolgok, valóban itt már elstartulunk a oltalmat keres, úgyhogy hogy ásraja szanszkrit nyelven, innen jön az ásram szó, mert a legjobb hely, ahol menedéket találunk végül, az úgyis egy ásram lesz, az mindig az a hely, ahol a guru él. Nem egy földrajzi hely. És aztán van az igazi ember, aki eljut odáig, hogy megcélozza a transzcendenst. Ugye, aki hagyjuk is a majmot, hadd gondolkozzon tovább. A fejlődés alatt a Vedanta, ugye Sri Aurobindonál is központi gondolat volt a Vedanta, amit csak hogy ne felejtsük el, a Vedanta gyakran azt jelenti, hogy a legfelsőbbrendű tudás, sokáig elméleti természetű, azt tudja gyorsan megvalósítani, aki elkezdi gyakorolni hozzá a jógát. Egy kicsit úgy néz ki, hogy elmélet, mint filozófia, létrehozza a hitet, a lelkesedést, az erőfeszítés igényét, és a jóga formájában, ami nagyon sokféle és összetett tudomány szintén, föl lehet gyorsítani a gyakorlatban az elmélet megvalósítását. Tehát egy komoly szádaka vagy jelölt, az mindig úgy halad előre, hogy megvalósítom. Sajnos nem tekinthetünk mást tudásnak ténylegesen, csak valami olyan dolgot, amit úgy is cselekszünk. Emiatt az ember időnként nagyon elkeseredik, mert jól meg lehet érteni dolgokat, és szörnyű személyesen magunkban érezni, látni újra meg újra, hogy nem tudjuk kivitelezni még. De hát ezért vagyunk jelöltek, mert szádaka azt jelenti, hogy egy komoly gyakorló, aki próbálkozik, de nem szádu, aki befejezte a folyamatot, hanem azért szádaka, mert borzasztóan szeretné az elmélethez igazítani a mindennapokat. És ez nagyon sok szomorúsággal jár, mert kis őszinteség van bennünk, akkor időnként azért úgy ránk tör, hogy lehetne ezt jobban csinálni. De nem lehet, mert a testnek meg az elmének pont az a dolga, hogy mindent megtegyen. Emlékeztek, volt ez a dr. George Feinstein, Németországból származó, de Angliában élő jógi. Kiadtuk a könyvét, vagy 20 éve, nem is tudom, a Judittal, de lehet, hogy 25, még az előző kiadónkkal. Ugye a jóga tradíció első-második része. Egyébként nagyon klassz beavató könyv a jógában, most már nekem sincs egy darab se. Akkor nem vette meg senki, íróasztalnak használtam, még a fólia is rajta volt. Azzal vigasztaltak, hogy megelőztem a koromat 15 évvel. Mondom, rendben van, de 2 millió forintba került. Ugye nem bántam volna, hogy kicsit. És most meg már antikvárban sincs. És hát ő mondja, hogy az elménk az egy olyan műhely, ahol 24 órás tevékenykedés folyik azért, hogy soha ne világosodjunk meg. Tehát amikor rájövünk arra, hogy Úristen, hogy magunk vagyunk magunk legnagyobb ellenségei, hát az embernek a könnye potyog, hogy most ezzel mit lehet kezdeni. És akkor felfedezed a Vedantát fokról fokra, ugye majd szakaszon tudunk végighaladni, meg különben is ünneplünk, úgyhogy felszabadultabban beszélhetünk így advent alatt a Vedantáról is. Tehát arról van szó, hogy ha valaki magasabb szinteket szeretne elérni, mondja a Sri Aurobindo, akkor nem egyszerűen a buddhit, vagyis az értelmét kell használnia, hanem ki kell alakítania a viveka buddhit, a megkülönböztető értelmet. Ez olyan, mint a GPS az autóban. Egy olyan szellemi értelmet, egy olyan különleges intelligenciát, ami tökéletesen tájékozódik a pozitív-negatív májá,
vagy jóga. Értitek? Jóga vagy bóga. Jóga azt jelenti transzcendentális lelki gyakorlat, bóga azt jelenti szó szerint, hogy gazdagság érzékiség. Aki tanult oroszul, annak iskolában az első lecke az úgy hangzott, hogy bagáti urazsáj. Mert az orosz nyelv borzalmasan közel van. Az oszláv meg a szanszkrit az valami eszméletlen közel van egymáshoz. Tehát ugye a gazdagság oroszul. Egyébként a Bhagaván szóban is, a szanszkrit Bhagaván szóban is azt, aki mindennek a birtokosa. Még a magyar vant is érthetjük benne, ha akarjuk. Nagyon összetett ez az ősi nyelv. Szóval, hogy van neki valamije. Tehát a Viveka Buddhi az nem egyszerű értelmet jelent. Az értelem azt jelenti, hogy tanulunk matematikát, nyelvtant, irodalmat, egy csomó dolgot, de nem erről van szó. Hanem egy olyan intelligencia fejlődik ki, hogy hihetetlen sebességgel tud szelektálni a yama-niyama, tehát az előremutató, vagy elkerülendő dolgok között. Ez egy képesség, amit ki kell alakítani. Nos, megállapíthatjuk, hogy valaki ezzel rendelkezik. Ennek az lesz a jelentősége, hogy éppen ez a megkülönböztető értelem viszel bennünket a természet feletti tapasztalás küszöbéig. Ha pedig most együtt gondolkodásra hívlak benneteket, ha pedig a Vedanta azt állítja, hogy téged el tud juttatni a természet feletti gondolkodás küszöbéig, sőt azon túl, akkor be kell vezetnünk egy Darwinnal szembeni, vagy őt meghaladó fogalmat, ez pedig a szubjektív evolúció, tehát ez azt jelenti, hogy a testi vagy anyagi evolúciót, amit természetes evolúciónak nevezhetünk, vagy természetes kiválasztódásnak, természet fölötti evolúció váltja ki. És ma este meg kell beszélnünk, hogy ez miért nem minden ember sajátja. Bennünk van, és mégsem minden ember sajátja. Úgyhogy a természetes evolúció, a létküzdelem, a gyilkosságok, a rablás, a gazdasági kavarás, amiről a híradó szól, meg a fecskendezek már 2 éve, nem tudom hány kocka lesz majd kivágva, ezt most már nem folytatom tovább. De tényleg dühítő, hogy másolni. Egyébként az összes világnyelven nyugodtan próbált ki, tehát angol, német, orosz, kínai, bárhová kapcsolsz, lehet nézni összhangban 0-24-ben. Hát szóval nagyon érdekes. És sok ember ugye például úgy él, hogy nincs is más társa, csak a televízió. Hát az mit élhet meg, ha ezt nézi állandóan? Szóval jobb meditálni arra gondol, mint a... Úgyhogy térjünk is vissza a saját témánkhoz. A szubjektív evolúciót, ugye az én lelki tanítómesterem is így nevezte el, aki Aurobindo nagy híve volt. Ugye Sridhar Maharaj tőle vette át ezt a fogalmat. De én azt javaslom, hogy mi tegyük át egy érthetőbb, mert ugye a szubjektív, az kicsit a személyest emeli ki, meg téged magadat. De valójában mindenkire igaz, aki komoly, hogy elérheti a természet feletti evolúciót. Ugye ez érthető. Tehát van egy természetes evolúció, amit Darwin helyesen vett észre, és ezt ki tudjuk nőni, és van egy természet feletti evolúció. Úgyhogy nagyon érdekes, hogy a Vedanta Sutra türelmesen halad a könnyen, majd mindjárt részletezem, sőt egy-két perc is bele is kezdek. Tehát türelmesen a közelebbin keresztül haladva épít fel bennünket, és aki komoly és összeszedi az erejét, azt lassan, fokozatosan belépteti a természet feletti dimenziókba. Több olyan tudományág van, úgy hívják, hogy Shad Darsana szanszkrit nyelven, ami ugyanerre képes, nem olyan szinten, mint a Vedanta, ugye a nyája azt jelenti, hogy logika. Ezt nem fogjuk kiadni külön, mert a Vedanta Sutra tartalmazza a nyáját. Ha valaki közületek belefog, hogy alaposan tanulmányozza a Vedantát, rá fog jönni arra, hogy egyes helyeken minden szellemi erejét meg kell feszítenie, ha akarja érteni. Ugye, mert ez az abszolút felső fok. De ne keseredjünk el, mert ugye a Vedanta Sutra tartalmazza a nyáját, vagyis a védikus logika tudományát, tehát kikényszeríti, hogy másként tudjuk használni az elménket. Én erről írtam egy fejezetet szándékosan a könyvbe, hogy amikor majd odaértek, mert mi annyit tudunk, hogy tézis, ugye, tézis, antitézis, szintézis, de a Vedanta 5 dimenziót használ a gondolkodásban, tehát ezt le kellett írni, hogy hozzászokjunk ahhoz, hogy sokkal bonyolultabb, de sokkal pontosabb végeredményt ad, és akkor léphetünk tovább. Úgyhogy a Vaisésika, hát most pont nem tudott eljönni a barátunk, aki fordítja. Vaisésika az körülbelül azt jelenti, hogy az ókori India fizikája vagy atomelmélete mind a mai napig megállja a helyét, elképesztő,
hogy Kanáda Rishi lebírta írni az anyag legapróbb oszthatatlan részét, és ő nevezte el atomnak. Innen vették át a görögök, és aztán terjedt el a világban. Nincs önálló görög kultúra vagy filozófia, ezt egyszer tisztázni kéne. Teljes egészében India oltotta be. Ugye csak egy példa a két fő istenségre, ezt baráti körben mindig elmondjuk, hogy szanszkritul az ég urát, az Jayus Pitárnak hívjuk. Ugye a görögök félrehalva ezt nevezték el Zeusnak, a rómaiak meg egóztak a görögökkel, ők a szó másik felét vették át, a Jupitert, nem? De ugyanígy Dionysos az nem más, mint Shiva, Afroditi az nem más, mint Aditi istennő, és hosszan lehetett az egész görög filozófiát, ha valaki már így jobban érti, láthatóan a csodálatos védikus kultúra ihlette. De az egy másik előadás tárgya kéne, hogy legyen. Tehát a számkját megjelentettük, ami nagyon a számkja azt jelenti, hogy ősdualitás. A számkjára azért van szükségünk, egyébként egy óriási fejezet a Védantában, mert összecsap a számkjával, nem azért, mert nem ismeri el, hanem azt is meghaladja. Tehát az ember nagy nehezen megérti a számkját, és akkor belecsúszik a Védantába, és talál egy fejezetet, hogy a Védantának problémái vannak a számkjával, és meghaladja. Meg is kell, hogy haladja, mert a számkja tudománya, az a Purusa Prakriti, ugye az ősdualitás. Leegyszerűsítve a férfi és a női energiáknak az egymásra hatása, ami nem más, mint az anyagi teremtés. Hát egy kulcs az árban, mert megértjük a körülöttünk lévő világot. Igen, de a Védanta az egységet képviseli. Tehát nem hajlandó megragadni a Purusa Prakriti szintjénél, hanem ő a Brahmanról tudósít, vagyis felszámolja a kettősségeket, hogyha ez követhető így. A jógát szintén ki kellett adni, mert a jóga megértése vagy gyakorlása nélkül nagyon nehéz komoly érett filozófussá válni, hiszen borzasztó nagy távolság alakul ki az elméleti tudásunk és a hétköznapok megvalósítása között. A végén már az őszinteséggel is baj lesz, mert nagyon elhihetjük, hogy hihetetlen szintre jutottunk el, mert úgy plasztikusan értjük a verseket, és lassan-lassan tűnik fel, hogy te jó ég, a mindennapokban ez azért nem megy olyan jól. Úgyhogy aki fölébred, annak Patanjali óriási segítséget tud nyújtani. És hát a Mimamsát azért nem fordítjuk le, mert 1400 oldal, ugye Jaimini Rishinek a magyarázata ugyanehhez a Védantához, de nincs értelme, mert ő azt vallja, hogy a különböző szertartások és szakrális ceremóniák adják az élet értelmét, ugye a legfelsőbbel való kommunikációt úgy fogja föl, mint tűzceremóniák százai vagy ezrei, és ebben az fejlődik, aki hihetetlen tökéletesen kivitelezi a jagjákat, ugye, vagy Agnihotra szertartásokat, komoly precízséget igényel, ezt nagyon messze meghaladja a Védanta. Ezért nem is tervezzük, hogy kiadjuk. Elég az, amit a Védanta fejezetében erről a témáról, vagy 20-30 oldal belezsúfoltunk, az ad egy ilyen tudást. És akkor megérkeztünk magához a Védantához. A lényeg az, hogy a darsanák mindegyike, de a Védanta logikusan és kiemelten összesen négy dologgal foglalkozik. Ez a vastag könyv, ez tulajdonképpen négy témát tárgyal. Ugye? Nagyon, nagyon helyesen először a prakriti természetével foglalkozik. Prakriti azt jelenti, hogy az az anyagi világ, anyagi természet, amiben én élek. A nyugat egyébként ebben jó, tehát nem lehet azt mondani, hogy nem tett óriási lépéseket a külső környezet törvényszerűségeinek megértésében. Ugyanakkor nem látja például a trigunát, a háromféle anyagi minőséget, háromféle energiát, ami az anyagi természetben megnyilvánul, és nem nagyon érti a saktinak, ugye mi mindig prakritinek hívjuk a anyagi természetet, nem igazán helyes, mert az anyagi teremtés, ha megfigyeled, csak az évszakokra gondolunk, vagy tegnap egész nap sütött a nap, most meg mit tudom én, van 20 centi hó, tehát ez bizonyítja a saktit, nevetetesen, hogy állandóan mozgásban van, tehát az anyagi teremtés az olyan, mintha az elvarázsolt kastélyba bemennél, nem tudom, ki járt benne régen, amikor még volt vidámpark, vagy van-e, hogy mit sem sejtve bemész a bejáraton, és akkor egy hordóban találod magad, és jól orra buksz, utána össze-vissza rángat egy ilyen futószalag. Tehát az elménk nincs valami kiváltságos helyzetben, hogy ide születik, mert ez a sakti azáltal, hogy lassabban, gyorsabban, vagy száguldva, vagy szinte megállva össze-vissza cibál bennünket,
voltak éppen az embert halálra idegesíti. Ha értenénk magunkhoz, a Saktival szemben mindenki békéért könyörögne. Valójában igaz is, tehát a megvilágosodás a megszerzett békességgel érhető el. Igen ám, de a Sakti maga is Isten, csak ugye istennő. Ezért úgy ez a fejezet azt írja le, nem tudjuk elérni a békességet, hogy leállítjuk a Saktit. Nem tudjuk leállítani. Tehát a mozgás állandó marad. Kit tudunk leállítani? Hát szomorú hely marad a saját elménket. Ez viszont egy művészet. Tehát ennek a fejezetnek ez a konklúziója. És a második fejezet a manusjával, magával, az emberi lénnyel foglalkozik, hiszen a külső természetet és a magam létét különösebben nem nehéz észlelni. Hát én vagyok, aki abban vagyok. Tehát elemezni kezdi az ember és ember alatti, tehát állati, növényi, stb. Lényeknek a természetét. Egyébként valóban az állati, tudati és energiaberendezkedéstől kezdve a növényi életig röviden, tömören, de foglalkozik ezzel is a Vedanta. És itt van egy vonal, mert ez az evolúciós része, tehát a természetes evolúciós része, vagy a szamszára része a folyamatnak, és jön a természet fölötti, és amennyire lehet, aztán persze fokról fokra ez kibontakozik, elkezdi bemutatni Istennek a létét. Ő ugye úgy hívja, hogy Ísvara, de hát ezt is értjük magyarul, mert ős urat jelent, ugyanaz, mint Osiris. Tehát ezek, vagy más hasonló, tehát az Isten, az ős tevő, Tennó, ha valaki ismeri a japán és keleti nyelveket, aki ugye is vagy ős azt jelenti, aki minden cselekedetnek a teremtés első mozzanatától kezdve a forrása. Tehát az Istennek a természetét és az Istennek különböző attribútumait tárgyalja. Nagyon fontos, egyáltalán nem várja el, hogy higgyél benne, egyszerűen csak föltárja, hogy ilyen is van. Majd pedig az összefoglaló részben elkezdi tárgyalni az emberi élet végső célját, ezt majd Purusa Arthának fogja, ugye Artha azt jelenti, hogy cél, a Purusa pedig ebben a megfogalmazásban azt jelenti, hogy ember. Tehát az emberi élet célját és ennek a célnak az elérési módját tárgyalja, könnyű kitalálni, hogy itt lesznek a szádanák. Nincs olyan, hogy annyira különbözünk egymástól, és egyébként itt jön be a guru fogalomnak a lényege, hogy bizonyos szempontból jó, ha mindenki egy alapozó tudást kap, de egy idő múlva nem lehet ugyanúgy vezetni a tanítványokat, mert más a karmikus múltunk, mások a megmaradt vágyaink, másokban vagyunk jók, valami már nagyon jól megy, valamit el se bírunk kezdeni. Tehát igényel egy személyre szabott támogatást vagy segítséget a természet fölötti szintnek az elérése, hogy egy szakember, most direkt így európaiasan, értsen hozzám, és tudja, hogy mi zajlik bennem belül. Ez hallatlan fontosságú. Szóval ezért a szádanám kialakítása az először a mester feladata. Aztán, ha ízhez jutok, és látom, hogy működik, tehát jönnek az észlelések, a tapasztalások, már nem nagyon kell beleszólnia, mert az, ami eleinte nagyon nem tetszik nekünk, később meg már nem akarunk mással foglalkozni. Tehát óriásit fog változni a hozzáállásunk. Úgyhogy a legendás első sora a Vedanta Sutrának, ez az Adhátó Brahma Jigyasa, amit most nem csinálunk költői fordításokat, hanem ugye szárazon és szó szerint fordítva, tudakozódjunk az abszolút, a Brahman felől. Ugye a tudakozódni azt jelenti, hogy Jigyasa. Igen ám, de a szutra stílusban voltak éppen egy ilyen mondat, azt jelenti, hogy hozzálát az első beavatáshoz. Úgyhogy azt akarja mondani, ha te most komoly vagy és őszinte, akkor én cserébe beavatlak az abszolút igazság a Brahman tanulmányozásának módjába. Nem abba avat be, hogy azonnal hidd el, hogy létezik vagy hasonló, hanem azt mondja, még arra is figyel, hogy tanuld meg, hogyan kell a Brahman tanulmányozni. Mert ezt ki kell tudni alakítani magunkban, hogy közelítünk hozzá. Tehát el fog térni attól, amit megszoktunk, egy picit foglalkoznunk kell a minket körülvevő nyugati világgal. Ugye a szerencsés magyar történelemben mindig, minden évszázadban van egy birodalom, ami lenyelni készül bennünket. Ugye most jöttünk rá, hogy az Európai Unió nem más, mint egy birodalom. Most még sokan, elsősorban érdekes, hogy a magyar értelmiség nem érti, hogy mekkora gáz van. Tehát ők hisznek legjobban ebben, mert
úgy van bemutatva a liberalizmus, mint valami hihetetlen emelkedett szint lenne, és az ifjúság, most a fiatal értelmiségre gondolok, nem élte meg a kommunizmus, tehát amikor én voltam 20 éves, akkor a kommunizmus volt ugyanilyen lelkesen bemutatva, hogy az milyen szinten haladja meg az eddigi társadalmi rendszereket, és már csak 3 kopavágás kell, és mindenki boldog lesz, a bőség kosara, aztán megértük, hogy puff. És ugye kivártak 30 évet, hogy nagyon sokan elmentek, eltávoztak, akik nagyon pontosan tudták, hogy mi az, mert megszenvedték. Mi vagyunk az utolsó, így körbenézek páran, akiknek, én ugye 30 éves voltam a váltásnál, tehát pont az életemet felezte meg a rendszerbe, tehát az én generációnak tökéletes képe van még arról, hogy az ostobaság. Tehát, hogy mesztelen a király. De a fiatalokat föl lehet lelkesíteni, ilyen, mert mindenki vágyik valamilyen eszményre. De nézzük meg higgadtan, hogy mi a baj a nyugati civilizációval. Ugye egyetlen problémája van, hogy tagadja az abszolút létét. Akár merről nézzük a dolgokat, mindig az a konklúzió, hogy nincs abszolút igazság, ugye legalábbis Magyarországtól nyugatra. De tényleg átlépsz a határon, és az abszolút igazság észlelhetetlen. Ezért nézzétek meg, hogy a nyugat, pedig kiváló gondolkodói vannak, folyamatosan relativizál. Tehát mindent viszonylagossá tesz. Ennek a következménye, hogy középpont híján különböző ideiglenes eszmék és ideák között a nyugati gondolkodás magával rántva a társadalmat állandóan billeg. Hogy hívták azt a gyerekjátékot? Mi, búgócsiga vagy mi? Meg Kejfel Jancsi, egy csomó ilyen izé volt gyerekkoromban. És tipikusan így él a nyugat, hogy nincsen szellemi középpontja, ugye? És akkor kitalál különböző, a billegést már hívták fasizmusnak, hívták kommunizmusnak, most éppen liberalizmusnak hívják, mindennél veszélyesebb, mert kiválóan kommunikál. Nagyon-nagyon sokáig fel fogja ültetni az embereket. Brutálisan jól csinálja, és nagyon olcsó. Tehát a kommunizmushoz meg a fasizmushoz tankok meg repülőgépek kellettek, simán egyfajta ilyen média szuggesztióval tökéletesen eléri világszerte, amit akar, ráadásul modernnek, felszabadultnak és haladónak állítja be magát. De hogy hova haladunk, azon egy pici lelki gyakorlatot követ az ember, jön a Vivéka és döbbenten látja, nem gyűlölettel, nem kritikával mondom, hogy Úristen, hogyan gondolkodnak ezek az emberek. Minket most inkább az érdekel, hogy nézzük csak meg, hogy hívjuk az abszolútat, ha kimerjék mondani. Hát nem Istennek. Tehát ha azt mondjuk, hogy létezik abszolút igazság, joggal mondhatjuk, hogy a summum bonum az magyarul az Isten, szanszkritul az Ishvara. Igaz? Tehát, hogyha a nyugat azt mondja, hogy nincsen abszolút igazság, akkor egyszer csak ki kell mondanod, hogy nyíltan Isten tagadó. Tehát ateista. Ha nincs abszolút igazság, mert ez nincs befejezve, mindig félmondatokban beszélnek. Ha nincs abszolút igazság, neked kéne hozzátenni Vivékával, akkor az Isten tagadást jelent. Önmagában, ha nincs Isten, miért ne lehetne tagadni? Tehát mindenkinek joga van tagadni azt, ami nincs. Csak hogy nagyon érdekes, hogy mi már nem emlékszünk rá, hogy nem olyan régen tagadja az Isten vagy az isteni létezését a nyugat, a természettudományok fejlődése miatt vagy okán jutott el odáig, hogy az Isten vagy abszolút igazság tudományosan nem bizonyítható, ezért ki kell mondanunk, hogy ilyen nincs. És maradnak ezek az ostoba relatív dolgok, amiket most nem nevezek néven, mert akkor a szerkesztőnek sok munkája lesz. És akkor, de azt mondhatom, hogy mindenben keresi a szexualitásban, a különböző társadalmi kavarásokban, ilyen tematizálók is, értelmiségi műhelyek keletkeznek, amelyeknek a gondolatai 5 éveket sem élnek meg egymást száfolják, de úgy jól elszórakoztak egymást. Tehát ilyen kis, mint régen az irodalmi szalonok, de ennek semmilyen komoly, viszont arra jó, hogy szétforgácsolja az intellektuális kasztot. Tehát nincs mibe kapaszkodni. Amit a Vedanta nyíltan kimond még az elején, hogy nem igaz, hogy az abszolút igazság nem bizonyítható. Tehát én nem vallásról beszélek most, mert a Vedanta nem vallásos mű. Egyáltalán nem egy új vallás, erre majd még bővebben is kitérek. A Vedanta szerint a végső valóság, ami Brahman, igenis bizonyítható. Egy tragikus dolog van vele kapcsolatban, csak azt tudja bizonyítani, és csak is a maga számára, aki nem megértette, mert az lehetetlen. Hiszen ha abszolút, akkor a relatív ész igencsak bajban van.
Tehát a nyugatnak itt a tragédiája, hogy nincs eszköze arra, hogy a természet felettit hogyan is tudnám megközelíteni a természetessel. A természetes az természetes. Soha nem fog belépni. Érthető ez? Soha nem fog belépni a természet felettibe. Ezért inkább azt mondja, nincs természet feletti. Te magad vagy a természet feletti, mert te nem az agyad vagy. De ezt meg már végképp nem érti, és nem is akar hallani róla. Egyébként a másik oka, miért nem, hogy nagyon élvezi a nyugati ember az érzékeit. Tehát piszokul szereti a komfortot, a teljesen fölöslegesen kitolok ilyen 6 méter magas kupacos. Én mikor először Amerikába jártam a rendszerváltás után, akkor Magyarországon még ilyen kis ABC-k voltak, kis kosárkával a karodon, vettél fél kiló cukrot, egy lisztet, tehát mindenki így kijött. És akkor nekem megdöbbentő volt New Yorkban, meg mindenütt, hogy ilyen, egyébként még most is nagyobbak a tolikocsiaik, mint nálunk. Brutális, egész állatkerteket toltak ki emberek, őszintén döbbenettel álltam, hogy mit fognak azzal csinálni? És csináltak. Tehát úgy értem, hogy meg tudták semmisíteni, tehát nem volt probléma. Tehát rendkívül érzéki, akiből az abszolút igazság kiveszik, és intelligens, az arra a következtetésre jut, hogy az életnek egyetlen értelme van, amíg élünk, élvezni az érzékeinket. Csak egy nagy baj van, ehhez pénz kell. És indul az a kegyetlen, sokszor aljas világ, ami most jellemzi ezt a globális valamit, hogy mindenki őrült táncban, versenyben van a pénzért, mert ezen keresztül tudja boldoggá tenni az érzékeit. Hallatlan fogság, borzasztó fogság. Nekünk pedig az a problémánk, és ezt erről is kell őszintén beszélni, mert a Vedanta is megteszi, hogy nem tudod megérteni, még a Vedanta sem tud ebbe segíteni az abszolút igazságot, mert meghalad bennünket. Hát akkor mit tudok csinálni? Megvalósítani viszont tudod, ugye? Egyé válva vele. Na de hogyan fogod tudni ezt visszakommunikálni? Azoknak, akinek fogalma nincs erről. Hát ez egy óriási kérdés, amire majd mindjárt visszatérünk. Kérlek benneteket, hogy ezt ne felejtsétek el, hogy az abszolút igazság bizonyítható, de mindenki csak saját maga számára tudja bizonyítani, azáltal, hogy mintegy belép az abszolút igazságba. Ugye? Nem úgy valósítod meg, hogy sokat tudsz róla, ez is egy nyugati csapda, hogy tanulok, aztán diplomás leszek, és akkor, mit tudom, jó fizetésem lesz, és mindenki boldog. Ez nem sokat ér. Tehát egy olyan lelki gyakorlatos dimenzióba kéne élnie az embernek, hogy még a saját agyát, még a saját intelligenciáját is le kell győznie, és félre kell tennie ahhoz, hogy az igazi halhatatlan lénye a felszínre jöjjön. Hát ez egy óriási fejezet lesz. Kívánom mindenkinek, hogy megküzdjön vele, vagy jöjjön el a Naradára majd annak idején, mert őszintén szólva kell 3 év komoly alapozás, hogy a negyedikben el lehessen kezdeni, már nem ilyen bemutató szinten a Vedantát, tehát gyakorlati módon, mert egy nagyon komoly átfogó műveltség hiányában egyedül, autodidakta módon retteltesen nehéz. Akkor is van értelme, olyan nincs, hogy ennek nincs értelme. Maga a mű rendkívül kegyes. Meg én is, mert óriási magyarázatot írtam hozzá. Tehát arra gondoltam, hogy most mondok valakit, mondjuk kiküldetésre küldenek Lisszabonba. Ő most hogy fog eljárni? Ez volt az eszembe. És közben olvasnám meg, de mondom, jó, és akkor majdnem mindig, ezért lett ilyen vastag, hogy három szó, és kénytelen az ember 10 oldalt írni hozzá, mert arra gondoltam, hogy otthon olvassa egyedül. Hogy ki tudja bontani a bensőt. Tehát van benne egy ilyen támasz kétségtelenül. Szóval haladjunk akkor tovább. Tehát ha az abszolút láthatatlan, úgy hívjuk, hogy adrista, nem a hallható asruta, és legfőképpen név és forma nélküli, tehát anáma és arúpa, mégis 3 dimenzióban nyilvánul meg, tehát most elkezdem bemutatni, hogy Vyásza, most nála tartunk még, hogyan ismerteti, tehát hogy elképzelem az óriási feladatát, hogy mégis megkísérelve a lehetetlent, a bemutathatatlan bemutatja. És azt mondja, hogy 3 fontos dologgal tudjuk leírni kezdőkorunkban a Brahmant, ez lesz a híres Szatcsitánanda. Ugye a tiszta létezés vagy örökké valóság, a tiszta tudatosság vagy minden tudásnak is hívhatnánk, és a tiszta totális gyönyör, a végtelen boldogság. Ugye így jön ki a Szatcsitánanda. De azonban maga Vyásza is mondja, hogy mivel azonban valójában a Brahman oszthatatlan egy, ezért bizonyos szempontból ezt a 3-at nem lehet külön választani. Ugye ez egy nagyon komoly. Úgyhogy
A dzsigyásza szónak van más lehetőségünk is, ugye, mert azt írtuk, hogy tudakozódás, de azt is mondhatnánk, hogy tudás szomi. Tehát az a, ugye adhátóbram a dzsigyásza van ez a sor. A tudás szomi. Azt jelenti, hogy benned, bennem, szerintem azért vagyunk itt, a megismerésnek, tehát a transzcendens felfedezésének nem hétköznapi vágya kell, hogy megszülessen. Tehát kell egy belső tűz ahhoz, hogy te mondjuk évtizedeken keresztül ezt felépítsed, mert egy életet föl kell tenni rá, az kétségtelen. Tehát az Upanishád irodalom felkészít bennünket arra, hogy mire van szükségünk ahhoz, hogy be tudjunk lépni ebbe a világba. Így hangzik a vers, és hogy itt a földön elenyészik minden, amit az ember erőfeszítésével elért, ugyanúgy elenyészik mindaz, amit jámbor tetteivel vagy áldozatai fejében nyerhet a túlvilágon. Ezért aki úgy távozik a világból, hogy nem ismerte meg az önvalót, tehát az átmant, és az igazi vágyakat, úgy hívja, hogy szatyakáma, ez egy szép női név is egyébként, szokták adni a védikus kultúrában, azt jelenti, hogy tiszta vágyú vagy tiszta érzésű. Tehát olyan vágyai vannak, ami tökéletes és hibátlan. Emberként eredményesen sokáig nem lehet élni vágyak nélkül. Tehát nem tudom, hogy elfogadjátok-e, sohasem a vágyakat kell legyőzni, hanem a vágyakat kell mindig nemesíteni, mert ha nincs vágyam, akkor megcsappan az intenzitás bennem, a végén ilyen helybenjárás lesz a sprint helyett. Tehát ezt nem szabad elfelejteni, hogy a vágyra, a motivációra, itt, mikor néha hétvégén tartjuk az előadásokat, olyan inspirációs multilevel oktatások zajlanak két-három teremben is, hogy csak úgy megy az ámol, démol, meg a basszusgitár, meg a mélylőkölgyök ír csakrának, és akkor hallatszik, hogy és eléred az első szintet, a második szintet, és azt is eladtad, és aranyjelvényes vagy, és minden, és valóban van benne valami. Tehát szükségünk van lelkesedésre, a vallás csinálja azt, hogy neki esik a vágyaknak, és ugye próbál végezni velük, ez lehetetlen. Ez pusztító pszichológiailag. A Vedanta azt mondja, hogy nem ezzel kezdjük, nem esítjük a vágyakat. Majd konkrétizáljuk. Nem kell félni a vágyaktól, magasabb szintre kell emelni. Még a szerelmet is lehet nemesíteni. Még minden, amitől zavarba jövünk a teológiában, az kiderül, nem Nietzsche-i értelemben, aki azt mondta, hogy emberi, mennyire emberi. Valójában most jó értelemben azt mondja, hogy hát nem probléma, hogy ez emberi, de az probléma, ha mindig az is marad. Mert egyszer ugyanennek a vágynak természet feletti szintre kéne emelkednie. Ugyanannak. És megvan bennünk a képesség. Szóval nyugodtan mondhatjuk, hogy a Vedanta nem buddhizmus, lesz egy hatalmas fejezet, ahol összecsap a buddhizmussal, brilliáns, óriási. Tehát ez nagyon szükséges, mert a nyugati ember még a buddhizmushoz tud vonzódni egyébként nagyon helyesen, hiszen egy szilárd, józan, megkülönböztető elmét hoz létre, de mivel nem fogadja el a Brahmant és az átmant, ezért rendkívüli veszteség éri az embert. Ahogy a valóság tekintetében, a mi nézőpontunkból ezt egy buddhista sohasem fogadná el. Tehát ebből nagy viták vannak. A Vedanta is összecsap a buddhizmussal, gyakorlatilag félbehagyja a folyamatot. Olyan, mintha elharapná a szót, tehát nem viszi tovább. A nagyon megerőltető és negatív út, hiszen mindent veszélyesnek, a reinkarnációt kikényszerítő dolognak tekint az anyagi világban, legfőképpen a végül magát, az elmét is. A Vedanta azt mondja, hogy azért nincs ekkora tragédia, mert a folyamat nem az elme megsemmisítése, hanem az uralom átadása az örökkévaló isteni lénynek, az Antarjaminnak, aki bennünk van. A különbség óriási, hiszen az isteni át tudja venni a hatalmat. Ezt a vitát csak ki tudja eldönteni, aki megközelíti ezt a benső valóságot. Egyébként ezt lehet a végtelenségig folytatni. De minden esetre egy rendkívül tisztító és kiózanító és szükséges lépés vagy folyamata az emberi szellemiségben. Tehát a Vedanta nem is teológia, nem is teozófia, nem tudom ki ismeri a Krishnamurti féle, meg Anni Besant, meg ugye ismerősök, de nem teozófia. Tehát amikor a modernebb bengáliai eszmélés történt, olyan alig több mint 100 éve, akkor a teozófia óriási hatása volt Bengáliára is. Nem okkultista, tehát nem az asztrál síkot bolygató tudomány, és sohasem valami új vallási vagy ezoterikus szervezet vagy szekta.
Tehát ha azt mondjuk, hogy véda anta a tudás vége, az azt jelenti, hogy teljesen szabad, és nem tűri, hogy bármilyen címkét ráhagassanak. Tehát a védanta, az a védanta. Tehát ha én fel akarok bújtani mindenkit, ha szabadságra vágyunk, azért a védanta, mert nem tűr el a felsoroltak közül semmilyen befolyást. Legfeljebb csak egy részét értjük meg, de még akkor is szabadabbak vagyunk, mintha egy félreértésben élnénk le az életünket. Úgyhogy a tanulmányaink során, ha 10-20-30-40 éve foglalkozunk vele, ami úgy beleférhet egy érett ember életébe, tényleg látjuk, hogy minden tartalmaz az alapvető létprincipiumoktól, a legősibb filozófiai tanításokon keresztül, a ma is működő lelki gyakorlatos rendszereken át. Jó? Ugyanakkor, mivel a nyája benne van, egy rendszerezet, nyugodtan mondhatjuk, hogy gyűjteményes bölcsesség. Itt szeretném nektek mondani, hogy mivel 12 Upanishadnak az eszenciáját tartalmazza lényegileg a Vedanta Sutra, csak rettenetes tömörítésben, mi a kis csapatunkkal ott tartunk, hogy 7-et már lefordítottunk. Tehát ha sikerül, akkor jövőre 2 meg is jelenne. Most nem ígérgetni akarok a Svétásvatára, azért, mert ez a Saguna Brahman tárgyalja, meg a Taittiriya Upanishadot, ami inkább a Nirgunát, bár abban is vannak Saguna vonatkozások. Tehát ha valaki további kiszáradástól szenved a filozófiában, és még mindig szomjas, akkor, és járhatsz így, hiszen vannak fejezetek, hogy mondjuk azt mondja, hogy csak a Svétásvatára Upanishadot idézi, vagy állandóan meghivatkozza. És lehet, hogy úgy érzed, hogy hű, de jó lenne anyanyelveden elolvasni, hogy mi van ebben. Még ráadásul ugye az a címe, hogy imígyen szólt a fehér ló, ami magyarul nem hangzik rosszul. Azt mondják, hogy nincs őstörténetünk ugyanis, mert Sveta, a Asvata, az azt jelenti, hogy ugye a fehér ló tanítása. Svita fehéret jelent, az asva meg lovat. Upanishad meg ezoterikus tanítást. Szalatlan izgalmas. Szerintem Isten éltett bennünket, pár évtized múlva lesz itt még meglepetés Magyarországon a tudomány és a saját felfogásunk, úgy egyénileg, mint közösségileg mindenségen. Kicsit ki kell tartani szokás szerint. Azért nem rossz az arány, túléltük a tatárt, a törököt, a Habsburgot, hogy van a németeket, a Szovjetuniót, most az Uniót fogjuk. Tehát aki minket bevett a csapatba, az még soha nem maradt egybe. Úgyhogy ez nagyon lelkesítő. Jó, de azt mondja Vyásza, hogy de nézzük meg, hogy előzetesen mégis mit tudhatunk a Brahmanról. Ugye ez a második sor azt mondja, Janmadi Asya Yata. Ugye lefordítjuk a sort, azt mondja, a Brahman a világegyetem eredete. Ha elfogadjuk, hogy van abszolút igazság, vagyis Brahman, akkor nem okoz egy filozófikus embernek erőfeszítést fölfogni, hogy nyilvánvaló, hogy az mindennek az eredete, ugye az egész teremtésnek, vagyis a Janmának. Az ádi azt jelenti, hogy eredet, forrás. Tehát a feladat valóban óriási, mert az abszolút igazság a Brahman éppen azért, mert abszolút, vagyis meghatározhatatlan, hogyan mutassuk be? Nem csak a maga a Brahman leírhatatlan, hanem tegyük fel, hogy egy folyamat végére ért mester felúcsúdik, és újra észleli, tehát éppen nem meditációban van, újra észleli a külső környezetet és magát, tehát visszakapcsolja az elméjét, az ahamkárt, a buddhit, a csittát, abban ugyan nem sok minden marad már ilyenkor, tehát nincsenek szamszkárák, csak annyi, ami a test végső pusztulását még majd megoldja. Tehát amikor valaki megvilágosodik, még mindig van annyi karma, ami megbetegíti a testet, és leszámol vele, hogy azután ne kelljen fizikai világban tartózkodnia. Tehát ezt a karmát nem tudja még a legnagyobb szent sem megsemmisíteni, mert ez a tamogunához, a fizikai test történetéhez kapcsolódik, és a test valamilyen bűnt követett el egy előző testben, már ez most csak egy ilyen áttétel, és ha nem lenne a testhez kapcsolható hiba vagy karma, akkor nem tudna meghalni. Tehát sajnos van neki, és így mindig a betegség és az öregség végez velünk minden születés végén, ami önmagában egy nagy karma halmaznak a letörlesztését is jelenti. De legyünk, hogy van, be pozitív most, nem ilyen dolgokról. Mégiscsak a nyilasban vagyunk, ami csupa derű. És nem. Szóval mégis vannak a Brahman tudás, tehát Brahmagyánának hívják, vagy Brahmavidjának,
a megvilágosodott mesterek között olyan türelmes lények, akik, jaj, túltoltam itt, ahogy játszottam a... És mennyivel ráadásul? Senki nem szólt. Hogy van? Vagy nem annyira? Oda néztem, ennek kéne lennie. Bocsánat, de legközelebb nem tartom meg magamnak. A Upanisád van írva? Akkor bocsánat, ennyi volt a közjáték. Tehát mégis vannak olyan kegyes és tiszta szívű, megvilágosodott mesterek, mind a múltban, reméljük, hogy a jelenben is, akik töprengenek azon, hogy mi módon segíthetnének azokon, akik szintén ezt az eredményt szeretnék elérni. Röviden és tömören, az Upanisád irodalom, aminek még egyszer mondom, eszenciája a Védanta, vállalta magára, hogy a leglelkesebb abszolút után kutatókat megtámogatja. Azért borzasztó nagy esély az Upanisád irodalom, mert minden Upanisádnak más és más mester a szerzője. Valójában nem ők írták, hanem a mellettük ülő tanítványok jegyezték le a leckéket. Ha nagyon szigorúan veszük, az Upanisád akár fordítható lenne úgy is, hogy mellé telepedni. Tehát a mester mellé telepedni, tanulás, tapasztalás céljából. És nincs két egyforma Upanisád. Ugyanarról van szó, láthatók az egyetemes azonosságok, de látható, hogy úgy tűnik, hogy mindannyian igen egyéni módon, tényleg szubjektív evolúció, igen egyéni módon szabadulunk fel, és ezeknek a csodálatos lényeknek, akik elérték ezt a tökéletességet, megadatott, hogy a saját szubjektív módszerüket rögzítették, felfogásaikat és élményüket az Upanisádokban. Avijai Teréznek volt egy ilyen mondása, hogy az Isten szeretet egy olyan vár, amit célszerű egyszerre több irányból ostromolni. Ugyanaz az igazság ráhúzható a Brahmanra is, azért fantasztikus, hogy van néhány kimagasló Upanisád, mert pont ezt teszi lehetővé, hogy nem, van, ami nem fog téged eltalálni, valami meg nagyon. Aztán később változhat, ugye a fejlettségünk, az ízlésünk, de lényeg az, hogy biztos, hogy lesz olyan valamilyen momentum, aminek mentén hittel és lelkesedéssel elkezdünk előre haladni. Szóval azt is meg kell beszélnünk, hogy mi kell ahhoz, már 8 óra lett, ezzel az idővel továbbra se bírok, tehát hogy mi kell ahhoz, hogy be tudjuk fogadni az Upanisádok és legfőképpen a Védanta támogató segítségét. Hát az, hogy ne menjünk nyugatra. mert a nyugat, például az Egyesült Államok, nem tudom, láttátok, egy repülsz New York fölött, és ugye keresi a helyét a repülőgép a leszálláshoz, és nem látsz mást, csak óriási férfi szimbólumokat. Gigantikus égbetörő hasábokat. De ha elmész Dubájba, meg stb., ahol régen csak tevék andalogtak a sivatagba, már ott az egész világon ez a gigantikus Bábel-torony rendszer, minthogyha a bibliai jóslatok jönnének vissza, tudjátok, mire gondolok, ugye ez nem más, mint a gigaegónak a szimbóluma. Ez az égbetörő hasábok, meg ilyen hegyes akármik, és nem is akarom tovább cizellálni a férfias szimbólumokat, de tele lett a világ ez. De nagyon-nagyon kevés a csillapító, finomító női energia. Tehát óriási gond van, agresszív a világ. Tehát nem, még mindig nem. A nők is agresszívek. Az, hogy feminista, meg felvonul, meg különböző táblákat mutogat, valójában nem erre az energiára volna szükség. De hát a saját erejéből, ha nem kap teret, akkor nem tudja csillapítani a... Tehát az istennő megszökött és itt hagyta a földet, azt mondják a hinduk. Halálkomolyan, hogy valami óriási gáz van, mert a gyógyító, támogató, csillapító, lehiggasztó, szeretetteljes női energia nem tud közbeavatkozni. Egyre dühöttebb, minden héten valamilyen új agresszióról van hír a híradókban. Soha nem arról, hogy valamit sikerült rendezni, valahol emberek megbékéltek egymással, szóval nagyon nehéz. Úgyhogy ezt is kéne kicsit zöldíteni, hogy magát az emberi együttélést is, nem csak a környezetet. Úgyhogy tehát azt kéne, hogy egy kicsit félreállítsuk az ahamkárt, ugye a saját egónkat, és be kéne ismerni, hogy mind a két tudásszerzési módszerünk, úgy hívják, hogy pratyaksa és anumána, a brahmannal szemben hiányos. A pratyaksa azt jelenti azonnali tapasztalás. És lehunyom a szemem, és azt mondom, brahman vagyok, nem biztos. Hát nem biztos, hogy az fog kijönni 10-20 perc nyerőlködés után,
hogy elértem a Brahman. Tehát csalódottan rájövök, hogyha őszinte vagyok, akkor úgy tűnik, hogy még nem. Elméletileg igen, de a gyakorlatban, mintha nem. Van az anumána, az pedig a következtetés. Lehet, hogy azt hiszem, hogy helyesen következtetek az abszolútra, de akkor hol tükröződik ez a mindennapi gondolkodásomban, beszédemben és tetteimben? Tehát még az anumánával, tehát a következtető gondolkodással is baj van, mert még ezt sem tudom hitelesen követni. Nem az jár az eszemben, nem arról beszélek, és nem ezt teszem. Úgyhogy baj van. Ha valaki, a Vedanta sosem leszít bennünket, azt mondja, hogy annyi elég, hogy ezt látom. Hogy akármelyik részét nézem, bajban vagyok. Én hiányos vagyok. És akkor így megnyílik az ég. Az ember beismeri, hogy önmagában kevés. Szóval azt szeretnék mondani rá egy példát. Ugye az igazi nagyság egy emberben az mindig alulról fölfelé halad. Vagyis alázatos azt jelenti, hogy mindig követ valakit. Hát a nyugatnak ez kibírhatatlan, tehát ilyen gurú, meg tekintélyek. Hát már az apát, anyát is lebontja, nemhogy gurú, vagy egy jó király, vagy valami az, ez felfoghatatlan távolságban van ettől, mert van egy pöffeteg ego. És ezzel szemben, nézd meg, tegyük fel, hogy van egy szép szimfonikus zenekar, és abban egy kiváló zenész. De egy elismert kiváló zenész is mit fog csinálni a fellépéskor? Követi a karmestert. Na de a karmester nem a zeneszerző kottáját nézi, és figyelmesen követi. Jó, és akkor a zeneszerző az nem valami különleges ihletből merítette a gyönyörű zeneművét. Nem? És akkor meg is érkezünk, hogy mi is az ihletnek a forrása. Nem a szépség és a harmónia? Kiderül, hogy igen. Miért Isten az nem a szépség és a harmónia? Tehát ezt a példát azért választottam egynek, mert így működik a Vedanta. Hogy rájöhetök arra, hogy egyébként jó zenész vagyok. De mégiscsak kéne, ugye vagyunk 30-an, mindenki más hangszeren játszik, mégiscsak kéne valaki, aki összefogja. Aki guru, de a guru meg tudja magáról, hogy mindig van feljebb. Ez érthető így? Ahogy fejlődünk, mindig van lejjebb, meg mindig van feljebb. Ettől lesz az ember alázatos. Ugye, aki lejjebb van, azt szeretettel tanítjuk. Aki feljebb van, azt meg tisztelettel megpróbáljuk olyan helyzetbe hozni, hogy valami kis nektár csöpögtessen, hogy fejlődni tudjunk, ugye? Mert a helyes viselkedés hiányában ott ülhetünk a guru mellett, nem ad semmit, mert alapvetően a hozzáállást nézi. Az nem zavarja, hogy buta vagyok. Egyáltalán nem zavarja. Az ember azt hinné, hogy ez probléma. Nem. Ha az attitűd, tehát a karakterünk rendben van, akkor szépen elmondja 80 féleképpen, mert szeret. Tudja, hogy nem könnyű megérteni. De az ember úgy berúgja az ajtót, ha nem fog működni, szótlan lesz, vagy nem is vesszük észre. Még egy dolog, hogy egy másik hasonlat, hogy egy igazi szadaka, tehát egy megvilágosodásra életjelölt, az nem csak azt éri meg, hogy keresi a Brahmant, hanem azt, hogy az élet rendkívül furfangos, változatos. Tehát képzeljük el magadról, magunkról, hogy hajósok vagyunk. Nem egy óceánjáró, hanem egy vitorlásnak, amit még tudsz egyedül kormányozni. Mit fogsz tapasztalni? Hol erről fúj a szél? Még van is ilyen mondásunk. Aha! Tehát erről fúj a szél. Igen, de holnap már amarról fog fújni. Érthető ez a példa? Mit csinál az igazi hajós? Hogy szélirányba fordítja a vitorlát, tehát alkalmazkodik az anyagi élethez, de miben lesz különb a többi embernél egy védantin? Úgy, hogy soha nem tudja, hogy hova akar, vagy soha nem felejti, hogy hova... Freud megnyalná mind a 10 ujját. Tehát, hogy... Jó, most... El kell gondolkodnom. Tehát, hogy soha nem felejti a célt, ahová meg akar érkezni. Ugye azért érthető. Tehát az élet úgy nem fog menni, hogy valaki nagyon szerencsés, én is 19 évesen kezdtem, és nem úgy volt. Tehát azt hittem, hogy ilyen vonalzó mellett, A pont, B pont, eldöntöttem, megvilágosodok, de hogy, hát olyan kacsázás le, föl, hegymenet, völgymenet. Tehát retteltesen megpróbál minden felnőtt embert egy hosszú élet. Tehát amit tudunk csinálni, hogy a figyelmünkből, ezt hívják úgy, hogy ékagráta dárana. Ez még nem a meditáció vagy a megvilágosodás, de nem ejtem ki a tudatomból, hogy honnan, hová szeretnék eljutni. Történjen bármi. Lehet, hogy a hajómat els, mint amikor Odysseus haza akar menni, mint egy makacs őrült. Ugye ismerjük az Odysseiát, hogy mi megy keresztül, tökéletes példabeszéd. És akkor is ő Ithaka, és akármi történik, hol a kényelmet kínálják fel, és a hihetetlen gyönyört, hol az életére törnek,
fantasztikus különben az ókornak az ilyen alkotásai. Tehát így néz ki egy Szádaka, hogy az élet az állandóan megkérdezi, na érdekel még? Nem lenne jobb egy közbűső, közelebbi célt kitűzni, mint például Kanakaka minipratista, ugye pénz, hogy van szerelem és megbecsülés. És akkor a nyugat úgy döntött, ez a három érdekli, a cél meg nem. És így most már azt is gondolom, egyébként, hogy ne éljünk állandó lelkiismert furdalásban, le lehet süllyedni olyan szintre, hogy inkább kimondjuk, hogy az nincs is. Mert akkor nem kell mindig arra gondolni, mi van, ha van. Mi van, ha valami rettenetes hibát követek el, hogyha nem is erre való az emberi élet. A bűnnek van olyan szintje az abszolúttal szemben, ahol a kísérletnek sincs értelme, hogy az ember bocsánatot kérjen, már csak abban bízhat, hogy a legfelsőbb enélkül is megbocsájt. Most körülbelül ilyen állapotban van a világ. Most már hiába esne térdre. A bűn akkora, az árulás olyan mértékű, hogy itt valóban most ebben az utolsó nagy csendben minden azon múlik, hogy ő mit gondol erről az egészről. Úgyhogy ezt megbeszéltük. Az egyik Upanishad leírhatóként, tulajdonságokkal rendelkezőként fogja elmondani a Brahmant, ugye ekkor hívjuk úgy, hogy Saguna Brahman, ugye, tehát saját Saguna jellemzőkkel, minőségekkel bíró abszolút, és ténylegesen a maga alaki formai valójában igyekszik bemutatni. Erre majd még visszatérünk. Kinyitsz egy másik Upanishadot, és meg fogsz döbbenni, mert ő pont úgy ismerteti a keresővel, hogy tudtára adja, hogy leírhatatlan, kimondhatatlan. Nincsenek tulajdonságai, tehát nirguna, vagyis tulajdonságok nélküli abszolút. És ez megvadítja az embereket, főleg, hogyha a teológiához vonzódnak. Mert a teológia mindig azt jelenti, hogy van egy fehér folt az eredeti idea és a megvilágosodás között, amit kitöltök vallási spekulációval, utána pedig előírom mindenki számára. Tehát ez egy... A teológia mindig azt jelenti, hogy valaki valamit nem valósított meg, de valamit be kell önteni a hiányzó helyre. Különben nem kerek a tanítás. És ezek az óriási spekulációk aztán elő lesznek írva. Tehát őríti az emberiséget. Úgyhogy maga az eredeti nirguna Brahman, mivel túl van időn, téren, és mint abszolút valóság nyilvánul meg maga a világegyetem. Ugyanakkor ez a nirguna Brahman képes megnyilvánulni észlelhető formában is. Ebből keletkezik a tiszta Isvara vagy Isten fogalom. Hát ha az én lelkem képes fizikai testben, sőt testekben megnyilvánulni, akkor ha elfogadjuk, hogy van abszolút igazság, akkor lassan közelíthetnénk ahhoz a gondolathoz, hogy ő egyaránt tulajdonságok nélküli abszolút, de ennek a tulajdonságok nélküli abszolútnak valamilyen oknál fogva, mert mindig van valami oka, megvan a képessége arra, hogy önmaga képességeit akár egyetlen személybe belezsúfolja. Mivel az egy tökéletes lény lesz, aki maga a Brahman csak észlelhető formában van, ilyenkor hívják például avatárnak, ugye? Tehát isteni személynek. Ez fantasztikus jelentőséggel bír, hiszen ez a lény hiába, hogy tökéletes, de a halandó ember számára megközelíthető. Tehát ennél nagyobb kegyelem nincsen. Nagyon komoly gondolkodók képesek megküzdeni a nirguna Brahman koncepcióval. Majd rátérünk, hogy elsősorban kinek köszönhetjük az erre vonatkozó tanítást, de lényegileg azt kéri eleinte a Vedanta, hiszen mit is tudunk tenni másfél vagy két óra alatt, most már egy kicsit tovább toltam a lehetőségeimet, hogy azt mondja, hogy a legfontosabb, hogy ne jöjj zavarba ettől a fogalomtól, hogy van tulajdonságok nélküli abszolút nirguna, és van tulajdonságokkal bíró vagyis szaguna abszolút, mert mind a kettő megértésére szükség van, mind a kettő egyetemes megvilágosodást eredményez, és végül úgy is kitisztul a kép, nem az elején tisztul ki. Most ugye alapozunk a fogalmakkal, de nem azért, hogy az elménk, ugye a Neumann, ha jól emlékszem, a Neumann János a számítógép alapformáját az emberi elméből vett ötlettel találta ki, mert észrevette, hogy az elménk nem csinál más, csak igeneket meg nemeket. Tehát, hogy most nem vagyok informatikus, itt ültök páran, még mindig a kettes számrendszer megy.
Mert hogyha igen, akkor továbbra is igeneket és nemeket mond, csak valami hihetetlen kavarásban, variációban és gyorsaságban. Tehát egy félisten ránézne a számítógépeinkre, hát azt mondaná, hogy ez nem olyan sok, hogy igen, nem. Tehát tükrözi azt a kütyüt, amit használunk, mert az igen-nemet így is lebirodám írni, hogy szimpatikus, antipatikus. És már meg is érkeztünk az ember esendőségéhez. Ugye valaki szimpatikus, vagy valami más meg nem. Tehát hogy van, elfogadom, elutasítom, és ezt figyelte ki Neumann, hogy nem csinálom mást. Hát akkor a gépeink is ezt simán meg tudják valósítani. Úgyhogy, tehát azt akartam mondani, hogy végtére nagyon lényeges, hogy ez a legfelsőbb eszmény, bármennyire is bonyolultnak tűnik, tehát a Vedanta filozófiáról beszélünk, képes elvezetni az elmét. A citta manaszt. Citta ugye azt jelenti tudattalan, a manasz pedig azt jelenti, hogy az alacsonyabb érzelmi elme, de még a buddhit is hozzá kéne tenni a megkülönböztető értelmet, tehát ezt a konglomerátumot beleértve az egót is, ezt a négy az egyben valamit, képes elvezetni az örökké való egyhez, de az ember számára megközelíthetőbb az alakkal, formával rendelkező abszolút igazság, vagyis az isvara. Néhány különleges, tényleg csak néhány különleges ember számára megközelíthető a nirguna is, de első lépésben az a tapasztalat, hogy a megnyilvánult örökkévaló egyet könnyebben megértjük. Tehát Om Brahma Vidapnoti Paramtadésa Bhyuktá Satyam Gyanam Anantam Brahma, mondja a Taittiriya Upanishad, ami szintén készen van már, tehát esélyes, hogy jövőre kijövünk vele. Om, a Brahman ismerője eléri a legfelsőbbet. Hivatkozásul e követendő himnusz zengjük, igazság, tehát szattyam, tudás, gyánam, végtelenség, anantam, ez a Brahman. Úgyhogy tovább léptünk egy picit, újabb fogalmakat tudunk a Brahmanhoz illeszteni. És most jön az első természetfeletti vagy ezoterikus üzenet, és aki tudja, hogy ott rejtőzik a szív barlangjában, a legfelsőbb légben, annak a mindentudó Brahman által beteljesül minden vágya. Miért forradalmi ez a vers, és miért nem teológia? Mert világossá teszi, hogy a Brahman az ott van a te szívedben. Nem az emberen kívül van, hanem az emberben jelen. Mindenki csak vesztegeti az idejét a vallásos ceremóniákkal. Nem értelmetlen a dolog teljességében, de hát hihetetlen közelségben van, felfoghatatlan közelségben, és elmeállapotunk miatt felfoghatatlan távolságban az abszolút lény. És azt még nem ismeri leírni, majd mindjárt lefogja, hogy voltaképpen az te vagy. Ugye, Krisztus is azt mondta, hogy hát megvan írva a könyveitekben, hogy istenek vagytok, de csak bámulnak. Tehát az embernek, mikor így olvas, valahogy az a félmondat kiesik. Ennek ellenére nem ámít bennünket a Brihadaranyaka és hát egy másik mű, ami azt mondja, hogy mert ez az önvaló úgy írható le, mint ami sem ez, sem az, ez a híres néti-néti fogalom. A helyes előírt vagy helytelen, tehát vallástalan tettek nem sérthetik vagy nem érinthetik őt. Tehát fordítsuk modernre, tehát attól, hogy jó ember vagyok, vagy attól, hogy gonosz vagyok, ez a tettek nem, semmilyen befolyással nem bírnak a Brahman lényegét illetően. Nem csak, hogy a tettek nem, de még a beszéd, meg a gondolkodás sem. Úgyhogy, hogy avan manasz agócsaram, ahonnan az elme és az emberi beszéd visszafordul, hát akkor a tett. Tehát úgy nem lehet megvilágosodni, hogy átvezetjük a nénit a zebrán, vagy hozzuk a szatyrát. Ez a karma jóga. Van értelme, mert a jámbor tettek következménye a lelkileg intelligens elme. Tehát azért tudunk ilyen dolgokkal foglalkozni, mert a jó ember szintet elértük. Tehát kegyelemképpen intelligenciát kaptunk, hogy ezt érthetjük, nem vagyunk gonoszak. De lassan meg kéne érteni, hogy a néti-néti azt jelenti, hogy sem a vallásos, sem a vallástalan önmagában nem tudja megközelíteni az abszolútat, mert nem ez a módszer. Ez egy nagyon különleges dolog. Mondjuk modern nyelven, tehát a leírhatatlan abszolútnak, vagy kimeríthetetlen lénynek, a Brahmannak a létezése soha nem volt, most sem, és a jövőben sem lesz párhuzamos az emberi történelemmel. Az egónk azt hiszi, hogy ez nagyon furcsa, hogy az isteninek, vagy a Brahmannak, ahogy mi mondjuk, van kapcsolódása az emberi történelemmel. Nem. Az emberi történelem egy gigantikus szélhámosság. Maga az egyetemes illúzió.
amit mi itt csinálunk egymással, meg magunkkal, meg hasonlóval, az még csak nem is tudomány. Az annyira brutálisan téves. Olyan szinten vagyunk megtévesztettek, hogy még azt is hisszük, mint például a görögök, akiknél nagyon aranyos, nem, hogy lejönnek az istenek harcolni, borozni, szeretkezni. Tehát látszik különben az európai eredetű gondolat, hát lehetnek istenek, de egy kicsit már legyen ilyen kölcsönös látogatás közöttünk, hogy úgy, na most a Vedanta könyörtelenül leírja, hogy az ilyen embereknek nincs fogalmuk az abszolútról. Az abszolút, az független önmagában. Még észlelés szintjén sem foglalkozik az illúzióval, hogy itt most ki mit tart fontosnak, törzsek, meg emberek, meg gyilkolnak, meg lopnak, vagy éppen jók. Tehát nem, de viszont abban a pillanatban, hogy benned mozdul valami, meg fogsz lepődni a figyelmén. Ez nagyon érdekes. Követhető ez? Tehát a társadalmi illúzió, amit történelemnek hívunk a múltban és politikának a jelenben, az nem érdekli. Soha nem is fogja megérinteni, mert nem anyagi. A Brahman nem anyagi, ezzel nem tud. De egy fohász, még olyan esett embernek is, egy őszinte ima, az viszont megérinti. Ez egy nagyon nagy titok. És jön a válasz. Vagy legalább egy szívdobbanás, hogy figyellek, gyerek, ezt előbb kellett volna. Na mindegy. Most már ez így van. Nem? De hogy mondja a magyar, hogy van, hogy jobb későn, mint soha. Tehát Bhagavad Gita szebben fogalmaz, bárki, aki akár a halála pillanatakor ugye, belép ebbe a dimenzióba, elérheti a megvilágosodást. Tehát az utolsó pillanatig van esélye az embernek, hogy megértse, hogy ki van a szívében. Az utolsó pillanatig. Ugye, de meg tudnánk fogalmazni, miért nincs kapcsolatunk a Brahmannal, mint fizikai lény. Hát azért, mert minket az idő, a tér és maga a testi forma korlátol. A Brahmannak nincsenek korlátai, úgy hívjuk, hogy ananta. Ugye, tehát végtelen, határtalan. Csak akkor tudnánk elérni a Brahmant, és ezért mondjuk, hogy azzá válunk, ha mi is leküzdenénk a teret, az időt és a testi korlátainkat. Ha én okos vagyok, mondjuk kiolvasok sok könyvet, attól még kiléptem a testemből? Hát nem, legfeljebb elalszom. De nem mondható, hogy magától az olvasástól, tehát a spekulatív filozófiától valamilyen nagy változást remélhetnénk. Az más kérdés, hogy az igazi gyána jógi rendkívüli művek olvasásakor beléphet az extázisba. Tehát ezt azért hozzá kell tenni, hogy az igazi számkják vagy gyánik, tehát akik nagyon-nagyon magas szinten működtetik a Viveka Buddhit, azok beletorkolnak egy intellektuális szamádiba. Tehát olyan filozófiai gyönyört élnek meg, olyan felismerés hullám dúlja fel a szívüket, hogy határtalan boldogságot ér. Tehát a megvilágosodásnak van ilyen aspektusa, de rendkívül ritka és általában nehéz elérni. Úgyhogy... Tehát az abszolút egynek a legfelsőbb felfogását szintén a Rigvéda fogalmazta meg először, és nagyon szépen szerintem azt mondja, az önmagában létező egy, melyet az ember számtalan néven szólít. Ugye? Hát csak összeszámolnánk az elmúlt pár ezer év istenség neveit, vagy istennő neveit, megdöbbennénk a... Ugye? Ez is mutatja, hogy minden ego másként látja, de nem valósítja meg. Tagore írt egy verset a Brahmanról, tehát a Nirguna Brahmanról van szó, és ennek igazából egy sora, ami megfogott engem, és ebből írtam egy verset az ő hangulatában. Azt mondja, hogy Tomár Szurér Darágyá Régyit Hájtári Pirédébé Kigóbása Amáj Iktidáré. Így hangzik. Ó, végtelen, add, hogy minden idő és tér, ahol égi melódiáit folyama árad, ma otthonom már legyen. Már valamennyi létező fülével hallom-e hangot, és most lelkemmel teljesen körülfonom. Szívem lantjára igéző harmóniát feszíti a húrokat, hogy majd felét pendülve magam legyek-e szabadító hangzás. Megnyílok-e néma pillanatnak, s még látom, amint büszkén virágzó énem hódoló szirmai, csillagokat hullámzó melódiáit felszínén utolsó dalaimmal tovaúsznak. Próbáltam illusztrálni, hogy voltak éppen egyfelől bekövetkezik egy anyagi személyiség teljes megsemmisülése az extázisban. Másrészt viszont, amiről jó egy órával ezelőtt beszéltük, tény, hogy belép a transzcendens valóságba. Tehát az átélés helyzetébe kerül. Úgyhogy most... Nos,
ha visszatérünk az Isvara fogalmához, amivel Patanjali mester is foglalkozik, addig odalépek a képpel, akkor én másként fogalmaznám meg. Az Istent a Védanta úgy mutatja be, ez így nem lesz leírva, de voltaképpen az Isvara vagy Isten azt jelenti, mintha azt mondanád a barátodnak, aki erről kérdez, hogy az Isten az ember által járható ösvény. Mert a Nirguna Brahman az csak természetfeletti képességekkel, tehát a tulajdonságok nélküli végső abszolút megközelítése, az emberi testben élő félisteneknek vagy isteneknek a lehetősége. Mondjuk, mint Shankaracharya, akiről úgy tartják, hogy valójában Shiva volt. Tehát azért nem csoda, hogy megértette, de ha rólunk nem azt tartják, hogy Shivák vagyunk, akkor van egy kis probléma. De az Istenben az a fantasztikus, hogy az tényleg az ember számára járható ösvény. Miért? Mert mint Brahman úgy akar megnyilvánulni, hogy mivel a szívünkben is jelen van, egyszerűen személyre szabottan érti, hol vagyunk elakadva, mire van szükségünk. A felé fordulás, úgyhogy, hogy bhakti, ha valaki hallotta ezt a szót, tehát az odaadó felé fordulás már lehetővé teszi, hogy ez a kapcsolat megszülessen, vagyis a vezetés és az iránymutatás, ilyenkor hívják antarjaminnak, ha valaki belső irányítónak, megvalósuljon. Például a Gitában az egyik vers erre utal, amikor azt mondja, hogy ha tudatos leszel rólam, kegyem révén túl fogsz jutni az anyagi lét minden megpróbáltatásán. Azonban, ha nem ilyen tudatban cselekszel, hanem a hamis egón keresztül, akkor elvesztél. Tehát hallatlan jelentősége van annak, hogy a legfelsőbb időnként bevállalja az emberi történelmet, holott semmi köze hozzá, és egyszerűen önmaga válik úttá a szabadulás lehetőségévé. Tehát a Védanta az ember által járható egyetlen ösvénynek tekinti az Urat, az Istenséget, amin keresztül, a lényén keresztül egérutat nyerhetünk a születés és halál körforgásából. Patanjali Rishi azt írja, hogy Isvara abszolút, semmi sem korlátozza, benne nyugszik minden tudás magja. Tehát nem arról van szó, hogy hiányosabb, mint a Nirguna Brahman, hanem úgy foghatnánk fel, hogy a Nirguna, ez erőltetett, de mégis van benne valami. Az emberiség felé passzív, részvétlen. Te elérheted, ha rendkívüli ember vagy, megvannak a technikái, ugyanakkor pedig az Isvara, a Saguna Brahman, a személyes legfelsőbb, azért minden tudás birtokosa, mert ezt rád akarja árasztani. Valamiért úgy döntött, hogy benned és körülötted önmagát érthetővé teszi. Kénytelen vagyok kimondani, amit most hallok. Voltak éppen attól függően, hogy melyik avatárral találkoztál a születéseid során, hiszen alapvetően kb. Olyan 750 születés kell egy megvilágosodáshoz. Ha azt mondjuk, hogy 30 évvel veszünk egy születést, mert ugye a régi időkben nem volt könnyű hosszú életet élni, hát nem tudom ki matekos, hogy akkor az mennyi, valami brutál, mert akár 12 ezer évre is kijöhet időnként egy egész világciklusra is kijöhet a kínlódásunkkal, nagyon lassan haladunk, de a folyamatot az gyorsítja meg, hogy egyszer csak felismerjük az avatárban a mindent, olyan, mint hogyha apánk, anyánk, szerelmünk, példaképünk, gurunk, tehát minden, és igaz is, mert valójában ő tényleg az abszolút formát öltve. Tehát az érzéseink indokoltak. És ha valakiben valahol valamikor kialakult egy őszinte rajongás a buddhák, krisnák, krisztusok, rámák, zaratuszták, stb. Irányába, és bizonyára sok volt, aki nekünk nem is ismerős, ez olyan katalizátor, hogy ez a szubjektív kapcsolat a kegyelem forrásával, ez egy egészen más tempót biztosít az ember számára, ezt pláne karácsony felé haladva ki kell mondani, mint hogyha magányos filozófusként autodidakta módon szádanázna, gyakorolna, de nincs kapcsolata a valamely legfelsőbbel. Nem csoda tehát, hogy egy ilyen fohász jellegű verset is írt Tagore, hiszen ő ugyanúgy elmélyedt az Isvarában vagy Saguna Brahmanban. Egy sor volt, ami megikletett. Azt írja, hogy katakalus katalpámki ikanója acséváki manér gópané, vagyis fogadj el engem, kérlek, ó Uram, emelj föl magadhoz. Ne taszíts el, úgy kérlek, ne most. Egyedül te vagy az, ki fogva tartott szívem. Képtelen vagyok tovább vesztegetni napjaimat nélküled. A porba le, eléd vetem magam. Ne hagyd, hogy éjt-nappallá téve vírasszak. Engedd, hogy a te fényedben teljesedjék ki életem. Hol találhatók a hozzád méltó szavak, melyekkel dicsőíthetnélek?
annyi felé bolyongtam már, kerestelek városokon, messze földökön. Végre add át titkos üzeneted nekem, mit arcod rejt, szívemhez oly közel. Hibák és tévképzetek, bűnök rengetege maradt tudatom mélyén. Mégse kérdés nem ad nékem soha, hogy azokhoz egyszer is visszatérjek. Inkább égesel örökre bennem minden tisztátalant. Hát nem tudom, mennyire lehet összevetni hangulatában a Nirgunát köszöntő előző verset, és ugye a szagonak egyér faszkodó másik változatot, de íme a példa arra, hogyha valaki megértette a Brahman kettős természetét, abban az nem zavart okoz, hanem mind a két megközelítés örömöt és fejlődést eredményezett. Tehát nyugodtan kimondhatjuk, hogy az örök, úgyhogy hogy avjaja szanszkrit nyelven, az örök egy jelenik meg számtalan megnyilvánuláson vagy létformán keresztül, de nem csak mint tudat, hanem mint energia. Tehát a női energia is a Brahmanból, a Sakti is a Brahmanból nyilvánul meg. Tehát az energia is örökkévaló, tehát halhatatlan. És ami legfontosabb, érdekes, hogy nőiségről beszélünk, és mégis senki által sem legyőzhető. Tehát a Bhagavad Gita-t valaki ismeri, Krishna beszél, ugye, mint Vishnu, a saját Maya energiájáról, és kimondja, hogy legyőzhetetlen. Tehát a Sakti legyőzhetetlen, az örök életerő. És hát a képesség. Képesség azt jelenti, hogy vibhuti. Ugye a Naradán tanuljuk a Patanjali Yoga Sutrákat, és talán aki velünk volt, az emlékszik, hogy bizony van egy ilyen fejezet, hogy vibhuti páda. Ami azt jelenti, hogy a különleges képességek, vagy emberfeletti képességekről szóló fejezet. Mert nem elég gyakorolni, a Vedanta felhívja a figyelmet arra, hogy módszeresen föl kell építenünk olyan képességeket, amelyek már nem emberiek, pedig benne vagyunk az emberi testben, eljött az ideje annak, hogy ne gondolkozzunk úgy, mint egy ember. Ne törődjünk azzal, hogy még mindig a testünkben vagyunk, emelkedjünk ki ebből az egész kis. Ugye az ember a kocsijában ül, megérkezik valahová, nem gondolja a kávé mellett, hogy még mindig a kocsija. Gyenge és erőltetett, de rendkívül megdöbbentő, amikor az ember meghaladja az anyagot, hogy mivel azonosul. Tehát tényleg egered fia annak a hegyek. Tehát ha az ember tudná, hogy ő kivalójában megállás nélkül zokogna, és meghasadna a szíve a fájdalomtól. Tehát nincs nagyobb tragédia, mint ami most történik a világgal, hogy ez a gyönyörű lény, ez a különleges angyali eredetű lény, aki az ember, az belezuhant az állatba, ugye a fizikai testbe, és nem bír vele. És nincs, aki segítsen. És a nyugat még tódítja, hogy foglalkoztassuk, etessük az állatot. Meg éljünk azért, hogy legyen mit ennie. És egyébként kicsit féljen még, ez most felakadt nálam. Na szóval, úgyhogy nyugodtan mondhatjuk, az egyetlen egy létezik a mozgóba, ezt úgy hívjuk, hogy szat, tehát a léttel, élettel rendelkezőben, de még a mozdíthatatlan vagy nem élőben is, azt pedig aszatnak hívják. Gyorsan végig kell szaladnunk azon, nem most kell ezt pontosítani, hogy döntően van néhány nagyon fontos megközelítése a Vedantának. Ennek az az oka, amit már mondtam is nektek, hogy minden mester saját megvalósításából magyarázza ugyanazt a Vedantát. Tehát egészen megdöbbentő, hogy jön ugyanaz a szanszkrit sor, mondjuk Baladeva Vidyabhusanánál, és kinyitjuk ezt a könyvet, és bizony nem azt találjuk, mert teljesen más a gondolkodás módja a egyik mesternek és a másiknak. Tehát a legősibb magyarázata az alapvető Vedanta darsana az Advaita Vedanta volt, ugye a tiszta, abszolút nem kettőségnek a filozófiája, aminek a lényege, hogy minden kettőséget tagad. Tehát nincs kettőség, semmilyen kettőséget nem fogad el, és ennek az iskolának az ősi alapító mestere, ugye a 8. században tanító és ásramokat alapító Upanishadokat magyarázó Sankaracharya. Ha választani szeretnénk egy verset, mert nagyon kevés az időnk, hát ez borzasztó, akkor a következőt mondaná: Brahmasatyam jagat mitya jivo brahmaiva náparaha, anéna védjam szatcsastram iti védanta dindima. Vagyis Brahman a valóság, szatyam, az anyagi univerzum, a jagat, ugye valótlan, illuzórikus, mitya. A Brahman és az önvaló vagy lélek, jiva átman egyek. Ez az a bölcsesség, melyet a védanta hirdet. Tehát az átman és a Brahman, a benned lévő abszolút, és a mindent magába foglaló, az nem különbözik egymástól. Ez igaz,
De ez az, amit rettenetesen nehéz azonnal egy ostrommal megérteni, és ide eljutni. Ezért alfejezetei nyíltak a Védantának, érdemes figyelni, hogy közben telik az idő. Tehát úgy tűnik, hogy romlik az emberekben a képesség. A kicsit ilyen kaliugás tünetek erősödnek fel, egyre kevesebb ember képes eredeti formájában megközelíteni a Védanta tanítását, és aztán jön mondjuk a Béda-Béda iskola, ugye a különbségben megnyilvánuló azonosság, a szokásos példázatuk a tűzből kipattanó szikra, vagy a nap és annak sugarai, hogy lényegileg összetartoznak, de már a szikra, ami kipattant a tűzből, az mégiscsak eltávolodott. Tűz természetű mind a kettő, de a tűz az mégiscsak egy hatalmas erő, míg a szikra az bár tűz természetű, de jelentéktelen. Ugyanígy a nap és a sugarai, ez a mintázat, ez végigkíséri ezt a filozófiai rendszert. Ennek az iskolának a megalapozója már a 10. században, tehát 200 évvel Sankara után egy Báskara nevű mester volt. Aztán megjelent a Visistadvéta, vagyis a minősített nem kettősség. Ez már teisztikus Védanta iskola, mely három végső valóságot hirdet. Ezeket a fejezeteket mind megtaláljátok ebben a könyvben. Most egy ilyen ünnepi kis fölvezetést tartunk. Tényleg beavatunk egy új vásznat, ahogy szoktuk mondani. És azt mondja, hogy létezik Isten az Isvara, az egyéni létezők, ezeket ő Csitnek hívja. Azért, mert ugye Szatcsit Ánandából hozza, és az anyag, vagy Acsit. Ennek az iskolának a mestere volt ugye Rámánurdzsa, aki viszont már a 12. században alkott, tehát eltelt 400 év Sankara óta, hogyha figyeled. Majd megjelenik a Dvaita, vagyis a kettősség tana, mely azt tanítja, hogy Isten, az egyéni lelkek és az anyagi világ valódiak, ez először merül fel, mert odáig minden mester azt mondta, hogy az anyagi világ illúzió. Nem, itt megjelenik egy teológikus fordulat, és azt mondja az anyagi világra, hogy valódi, és ugyanakkor azt mondja, hogy az Isten és az egyéni lelkek örökre elkülönültek egymástól. Vagyis feladja a Brahman legtisztább és legeredetibb gondolatát, a mindennel való egység eszményét, ami tragédiákhoz vezet, mert így születnek azok a vallások, amelyek egymásra is támadnak a saját gondolkodásuk, és megjelenik az ego, hogy mondjuk én bakta vagyok, az meg karmi. Én keresztény vagyok, az pogány. Én mohamedán vagyok, azok mit mondanak? Gyaur kutya, egri csillagokból szabadon, nem? És döbbenetes, tehát hogyha kettőség filozófiát találsz, az mindig vallás, és mindig ki van borulva azon, hogy valakinek más a vallása, vagy más a gondolkodása, és elveszíti a Védantának, vagy a Brahman tudásnak az elemi alapját, ami mindig a türelem és a tolerancia. Hát ha én elértem a saját benső valóságomat, érdekel engem, hogy mit gondol a másik ember, vagy mit akar? Egy mestert sem érdekel. Ha megkérdezzük tőle, hogy neki mi a véleménye, akkor elmondja. Egyébként borzasztóan nem érdekli, hogy ki miben hisz, meg milyen illúziót követ. És igaza is van, hiszen pontosan tudja, hogy minden illúzió. Nem érdemes tanácsot adni erővel, valami keresztes lovakként száguldani a világban is, és hirdetni a vallást, mert nem old meg semmit az embereknél. Úgyhogy ez utóbbi kettősség teológikus iskolának a megalapítója volt Madhvácsárja, és aztán ebből nőtte ki később a bengáli vaisnavizmus, Csétanya és a többi. A végén egyre konkrétabbá válik ez a felsorolás, hogy a lélek és Isten sohasem érhetik el egymással az azonosságot vagy egységet. Magyarul nem marad más, csak a szolgálói állapot, ami drámai helyzetet teremt a jövőnk szempontjából, hiszen az a rendszer, ami megpróbál segíteni abban, hogy kialakuljon bennünk Isten szolgálata, az minden vallásban olyan hihetetlenül hierarchikus lesz, hogy egyrészt erkölcstelenné válik, másrészt szinte politizálni kezd. És nagyon hamar, évtizedek, olykor évszázadok alatt kiderül, hogy borzasztó állapotban van, egyetlen ok miatt, hogy hogyan beszélhetek szeretetről, ha nem ismerem el, hogy minden és mindenki egy. Mert ez a szeretet alapja. Ha nem tudom, hogy egyek vagyunk, ez az alap, ami a brahmanikus gondolkodás alaptétele, ha ez sem megy, akkor nem tudok fejlődni.
Ha nem tudom megérteni, hogy nincs különbség közöttünk, de még Istennel kapcsolatban sem, akkor az igazi szeretet, ezt most úgy értem, hogy a szentimentalizmus nélkülöző szellemi szeretet nem tud kialakulni. Erre felépülhet egy extatikus szeretet, egy magasabb baktikus szint, de ennek hiányában nem. És ez mindig kiderül, hogy mivé válnak ezek a rendszerek, bármennyire is jó szándékúak. Arról nem beszélve, hogy a hívő az a gurutól fog szorongani, a parancsolatoktól fog szorongani, nem tudom ki ismeri a szót, aparádoktól vagy sértésektől fog szorongani. Hát egész életében szorongott, legtöbb ember jól érzi magát a vallásban, mert ott úgy érzi, hogy itt legalább van értelme szorongani. Miközben arról beszélünk, hogy fel akarunk szabadulni, és szétszorongjuk magunkat. Vedanta nem tűri a szorongást, ez a fantasztikus benne. Azt mondja most, gondold át, hogy emlékeztek Gandhi szép mondatára, amikor a Londonban tárgyalt az utolsó, ez egy híres történet, indiai alkirállyal, aki beszólt neki, hogy ó, Mr. Gandhi, minek maguknak a szabadság, hiszen úgyis csak ostobaságot fognak elkövetni. És akkor híres a válasz, hogy ször, nekünk, hogy volt, azért kell a szabadság, mert mi szabadon szeretnénk ostobaságot elkövetni. Összességében véve, amikor egy sikeres életre visszatekintünk, immár öregen, tegyük fel, hogy valaki, tehát valamilyen komoly lelki dimenziót elérve, mert ezt feltételezzük, akkor nem tudod azt mondani, hogy a tévedéseidnek vagy bűneidnek kevesebb értéke volt, mint az erényeidnek és a sikereidnek. Simán fogod látni, hogy a plusz-minusz egyaránt ezt a pillanatot szolgálta, hogy ez a végső ébredés bekövetkezzen. De ez csak akkor lehetséges, hogyha felfogjuk, hogy a Brahman ebben hihetetlen szabadságot ad. Tehát szabad, és néha kell is. Tudod a labirintusban, hogy hányszor zsák utca, mire kitalálsz belőle. Úgyhogy, de hát ez a játék. Ha egy kicsit nálunk még inkább cifrázza a helyzetet a következő probléma, ugye Indiáról csak egy mondat, fú, de kell figyelnem az órát, de jó a haladunk. Csak egy mondat Indiáról, hogy feltűnő a Vedanta kommentárok változásánál, hogy onnantól erősödik ez a dvaita vagy teológikus nézőpont, hogy az iszlám kiirtja Indiát. Egyébként kevesen tudják, a világ leghatalmasabb holokausztja Indiában volt. Olyan brutálisan, én először beraktam egy pár képet, hogy megmutatom nektek, hogy hogyan kínozták a jogikat meg a szenteket. Tehát egészen aztán úgy éreztem volna pláne, hogy hölgyek is jelen vannak, meg ünnep, úgyhogy nem, itt van a nyelvemen, hogy elmondom, de nem teszem. Félelmetes, óriási a könyvek elégetése, tehát a jogiknak és a védantinoknak hatalmas munkát kellett végezni, ugye minden évszázadban lemásolták a műveket, rejtegették különböző barlangokban, tehát az iszlámnál türelmetlenebb és kegyetlenebb világnézet nincs. Mondjuk egy magyarnak ezt nem kell magyarázni, a nyugat nem találkozott vele. Tehát fogalma sincs, hogy mit csinál a társadalmával. Tehát döbbenetes hibák, ha nem szándékosan csinálja. Tehát őrület mi következik ebből, mert nem érti, hogy egy vallástalan soha nem fogja megérteni, hogy egy fanatikusan dogmákban gondolkozó vallásos az mit gondol magáról, a külső világról és a vallástalanról. Soha nem fog. És abban nem lesz, érdekes, hogy pont abban nem lesz szánalom vagy kímélet, aki úgymond Isten nevében fellép. Mert mivel lehet megmagyarázni az 50 000 elevenen elégetett nőt a katolikus egyház által? Mert körülbelül ez a statisztika. Most nemrég volt a historin, hogy 300 év alatt a számítások szerint 50 000 ártatlan nőt égettek elevenen. És kinek a nevében? Krisztus, aki még a házasságtörő nőnek is megbocsájtott, hát ismerjük, akinek a hajával törölte a lábát, ugye Mária Magdolna, amikor az illatos kenetet, ez döbbenetes, és akkor egy ilyen lénynek a nevében nekiesünk a nőknek, nem tán valami más probléma van, esetleg szexualitás, vagy valami kis hasonló. Szóval brutális. És aztán milyen érdekes a világ rejtett vezetése, általában a démoni energiákat egymásnak vezeti. És akkor kalapálja egymást a két brutális vallás több száz éve, hol az egyik keresztes háború, hol a másik, és úgy látszik, jön egy új forduló egyébként. Hát, ha most nem is Nándorfehérvárnál, mert azt elvesztettük az idő során, de egy kicsit feljebb toltuk a védvonalat, úgyhogy ennek nagyon is van értelme.
Jó, hát nekünk egy következő nagy problémánk európai embereknek, főleg ha vallásosak voltunk ortodox módon keresztény értelemben, hogy rögzült bennünk, hogy az Isten az egy trónon ülő, valami királyhoz hasonló létforma, megszokott attribútumokkal, aki voltaképpen valami öntő formát csinál. Ezt nevezzük teremtésnek, amit majd konkrétan fel, mint hogyha, nem tudom, ki szereti ezt a játékot, mint hogyha konkrétan felállítanád a világos és fekete bábukat a saktárban, azt kezdődjön. És így abszolút nem lehet megérteni a Brahmant, ez egyszerűen csak hit. A Védantának van humora, azt mondja, a vallásos hit az olyan, mintha valaki azt hinné, hogy a tűz nem égeti meg. Aztán belenyúl és megégeti. Ha túléli az égést, ettől ő még mindig azt fogja tanítani és állítani, hogy a tűz hideg. Tehát meggyőzhetetlen. Ugye a Miguru Dévánk is azt mondta, hogy milyen Istent zártatok elmétek ketrecébe. Tehát nyissátok ki, mert nem megyünk semmire. Tehát nagyon-nagyon komolyan törölni kell mindent, és azt mondani, hogy fegyelmezetten, előítéletek nélkül, fokról fokra követem, amit a Védanta tanácsol. Egy nagyon átgondolt tempóban, nem hibákat elkövetve, hogy minden szintről tiszta kép alakuljon ki bennünk. Hát ennek érdekében lépjünk tovább a Brahman megközelítésében. Tulajdonképpen van egy rendkívül édes titok. Azt mondja a Védanta szutra, átméti tupagacshanti gráhajanticsa. Ugye a gacshanti vagy a Bhagavad Gita-ban a guhya, az azt jelenti, hogy valamilyen titokról van szó. Tehát a kinyilatkozott írások elismerik a Brahmant önmagán meditáló önvalóként, és mások is azt tanítják, hogy így módon megvalósítható. Tudom, hogy egy kicsit fáradtok már ebben a nehéz témában, ezért leegyszerűsítem. Ugye a Brahman gyönyörében meditál magán, és hogy megsokszorozza a gyönyörét, például létrehozott téged. Ezt nem kell egy szuszra megérteni, mert most ma nem ez a legfontosabb. Ő, amikor meditál, gyakorlatilag ugye kifelé tágítja önmagát. Nekem elegem van az anyagi világból, mert több száz születés van mögöttem, és én meditálok, hogy mit fogok csinálni. Én szűkíteni fogom az egómat és az érzékeimet. Miért? Mert én visszatalálni szeretnék. Tehát amikor a Brahman meditál, az mindig kiáradásteremtést jelent. Amikor az ember meditál, akinek elege van a szenvedésből, a születésből, a betegségből, az öregségből, ő a visszafelé vezető útot járja. Nem? Ugye a kiáradás és a visszatérés. Nos, amivel folytatnunk kell, hogy innentől kezdve, mivel a meditáció fogalma felmerült, a Védanta szerint egyedül még egy nagyon bölcs embernek is meglehetősen nehéz az előrehaladás. És megjegyzi a Védanta, hogy egyaránt nehéz bölcs mestert találni, de ugyanilyen nehéz a mesternek is akár egyetlen alkalmas vagy kiváló tanítványt találni, akire halál előtt, a testi halál előtt rábízhatná azt a kincset, amit megszerzett. A guru és a tanítványa között nem rokoni kapcsolat van. Nem az alkalmasság a főszereplő, nem pedig a szentimentális rokoni érzések. Tehát nem ilyen apa-fiúi kapcsolatot kell elképzelni, hanem a mester mindig azt nézi, még ha nem is teszi szóvá, hogy a fejlődő tanítványában ezek a vibhuti képességek bontakoznak-e, mert akkor újra megkínálhatja egy fejlettebb szinttel, persze ebben nagyon türelmes lesz. De lényegileg azok a szádakák vagy jelöltek, akik valóban vágynak a fejlődésre, ha visszanéznek az életükbe, akár rövid távon is, pár év alatt látják, hogy a semmiből hova értek el, mivel foglalkoznak a mindennapokban, mennyire kreatív az életük, ez mennyire tölti ki a gondolataikat. Tehát van, aki nagyon hamar megérti és borzasztó jól elstartol, valaki nagyon lassan érti, hogy mit jelent tanítványnak lenni, és kicsit jobban megkínlódik, mire olyan helyzetbe kerül, hogy tényleg fejlődni tud. Tehát röviden a Védanta azt mondja, hogy a nagy titok az nem a tudás, hanem a gyána, tehát a kontempláció, a szemlélődés megtanulása. Erre azért van szükség, mert a legfelsőbb igazság egyszerre transzcendens és immanens. Tehát a Brahman van körülöttünk is, és a Brahman van bennünk is. A,
A külső abszolút igazság megvalósítása első lépésben rendkívül nehéz, de a már említett, ugye a jogit azért raktam be ezt a képet, az a megvalósítás viszont nem kivitelezhetetlen, amikor az ember a saját szívében fedezi fel önmagát, mint legfelsőbb lényt. Egy kicsit kihágok most, ha megengeditek, az advent miatt. Ha már így szóba jöttek az ábrahámi vallások, a Indiában fennmaradt egy Tamás kereszténység, ami azért nagyon érdekes, mert nem igaz, hogy csak a hindú vallás vagy kultúra ismeretében lehet megvilágosodni, igazából egy komolyan vett krisztusi úttal épp úgy el lehetne érni az abszolútat, ezt ki kell mondani, mint mondjuk Krishna vagy Ráma vagy Zarathustra vagy mások követésével. Azonban az indiai hagyomány azt mondja, hogy Jézus Indiában élt, eltűnt a Bibliából 12 éves korában, és egyetlen evangélium sem hajlandó elszámolni 18 évvel. Nézzétek meg, egy sem. Olyanok meg nem maradtak fent írások, amelyek elszámolnának vele. Azonban az indiai hagyomány úgy tartja, hogy ezt a 18 évet Indiában töltötte, és készült fel a missziójára. Ráadásul nem Jézus Krisztusnak hívják, hanem azt mondják Indiában, hogy Jézus a Krisztus. Ez hatalmas különbség. Amikor azt mondjuk, hogy Jézus a Krisztus, az annyit jelent, hogy egy halandó világemberré változott. Egy halandó ember, így is hívja magát egyébként, hogy ember fia. Egy halandó ember kozmikus lényé változott. Ennek a jelentősége óriási, ez sokkal fontosabb, mint a spekulatív dogmák, meg a különböző vallási állítások, mivel Jézus vagy nem hagytak neki időt, vagy úgy gondolta, most itt spekulálunk, vagy legalábbis én, hogy a tanítványai majd belépnek ugyanabba a dimenzióba, és lesz idejük formába önteni a szádanát, ugye a lelki gyakorlatos rendszert, de el kell ismerni a másik nagy problémát, hogy konkrétan szisztematikus tanítást, mi úgy hívjuk, hogy szádanát Jézus nem hagyott hátra, vagy legalábbis megsemmisült, mert nem találjuk. Az igazi szádanája nem, mert a legfelsőbb szádana az mindig a szeretet gyakorlata. Tehát, hogyha meg erre gondolunk, az olyan szinten lett bemutatva, hogy amúgy is az minden tudásnak a végső fázisa a tökéletes szeretet. Tehát nincs olyan tudás, ami felül tudná írni a tökéletes szeretetet. Tehát ha valaki eléri a szeretetet, nincs szüksége tudásra, mert a tudás csak egy létra a tökéletes szeretethez. Ugye ezt a képet, ha figyelitek, ugye Munkácsi Mihálynak az Ecce Homo című festménye, és én mondjuk idézem a Bhagavad Gitát, akkor megdöbbentő a párhuzam, mert ugye avajjananti mám mutha mánusim tanim asritam, parambhavam ajananto mama bhuta maheshvara, vagyis az ostobák kigúnyolnak, mikor emberi alakot öltve alászállok, mert nem ismerik legfelsőbb természetem, nem tudják, hogy minden lény legfelsőbb ura vagyok. Tehát olykor az emberiség, úgy szokták ezt mondani, vesztett játszmáját látva, a legfelsőbb lény megjelenik emberi formában, kicsit beavatkozva az emberi történelembe, egy új tanítványi láncot és kultúrát alapítva, hogy legyen valami esély, tehát menedéket nyújtva az embereknek. Azonban a nagyon elsötétült korokban, amikor a tudatlanság, a pszichofizikai tisztátalanság annyira elborítja az emberek tudatát, egyrészt képtelnek élni a lehetőséggel, másrészt most nincs sok időnk, de a Bhagavad Gita 16. fejezetének második fele, emlékeztek, Daivászura Jóga a címe, valaki ismeri, tehát leírja az isteni természetet, akik fölismerik az Istent, az Urat és a Mestert, és leírja azt a terület, aki ászurikus és képtelen fölé, akkor sem, ha ott áll előtte, még gújt is üsz belőle, megdöbbentő. Szóval sok esetben a Bhagavad Gita szerint is az Úr áldáz ellenségeivé válnak. Általában ez minden esetben egy nagyon hasonló tanítás miatt következik be, ezért is emeltem ki annyira a Védantával kapcsolatosan is, hogy az iszlám hatására a kettősség teológiája az teljesen ledominálja most már a modern Indiát mai napunkra. És képzeljék el, amikor Krisztus ugye érthetően, láthatóan, hallhatóan, tehát nagy nyilvánosság előtt, ugye János 10.30 írja, hogy én és az Atya egyek vagyunk. Ez megdöbbentő lehetett. Vagy azt mondja, hogy egy verszakkal tovább, én és az Atya egyek vagyunk, ismét köveket ragadának azért a zsidók, hogy megkövezzék őt. Nem a zsidóságban van a nyilvánvaló a mondat jelentősége, hanem nem egyszerűen nem tudta megérteni vagy befogadni,
hanem fölháborodott rajta. De nem azért háborodott fel, mert ateista volt, mert akkor nem érdekelte volna. Azt mondja, hogy megint egy háborodott mondat, valami New Age. Akkor is. De mivel milyen vallásos volt, ezért blaszfémiának tekintette. Azt mondja, Isten gyalázásnak, mert nekem van egy elképzelésem. Igaz, hogy boldogtalan vagyok és erőszakos, meg primitív is egy kicsit, de ezeket nem látom. hanem inkább nem ismerem fel a szentek szentjét, és nem tudok elgondolkodni, hogy Úristen, micsoda mondat. Tehát Jézus tisztán és érthetően beszélt a küldetéséről, és a transzcendentális tudatosságról, amikor kinyilatkoztatta, hát szinte könyörög, azt mondja, higgyetek nékem, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem van. Ugye mit mondtunk a Vászódéváról, ha még bírjátok, hogy az Isten vagy az Abszolút immanens és transzcendens. Ugye? Tehát bennem van, tehát bennem lakik a szívemben, a saját szavaival ezt mondta el, és más nézőpontból én is benne vagyok. Tehát én benne vagyok a transzcendensben, a transzcendens pedig bennem van. Tökéletes. Tehát teljesen a védikus filozófia. Úgyhogy ami Indiában nem tűnt el, egyébként ezt nevezték el később egy Mani nevű proféta Tamást követő munkálkodása miatt Manicheus kereszténységnek, hogy a tanítás lényege az volt, hogy bármelyik ember fia, vagy akár emberlánya kozmikus lényé válhat, hiszen a Krisztus görög szó az világembert jelentett, kozmikus lényt jelentett. Az nem Jézusnak egy jelzője volt, hanem azt akarta fia Jézus, aki a Krisztus. Ugye Visvarupa, a 11. fejezet a Bhagavad Gita-ban, ugye amikor Krishna annyira becsüli Arjunát, a tanítványát, hogy azt mondja, hogy kinyilvánítom neked, hogy ki vagyok valójában. És mi is történik? Arjuna akkor egyetlen pontban meglátta a világegyetemet. De ki az az egyetlen pont? Hát a saját mestere, aki ott állt előtte. Ugye ez a kripa vagy kegyelem, vagy saktipátnak is hívják. Ugye a beavató tökéletes lény kegyelemképpen egy pillanatban megnyílt. Hiszen, ugye, aki engem lát, az Atyát látja, a döntő jelentősége, hogy az isteni mester ezt a képességet hordozza. Nem fog alacsonyabb szintet kínálgatni, hanem keresi azt, aki erre rátermett. Úgyhogy emlékezzünk, hogy a bodhiszattvaság megelőzte a buddhaságot, tehát teljes párhuzamban. Tehát Indiában senki nem botránkozik meg, hogy igen, a bodhiszattva lét, az a felkészülés a végső Brahma nirvánába lépése, ugye a Buddha tökéletes és ideális karakterének megvalósítása felé. Ugyanezt jelenti. Ugyanerről a dologról van szó. Tehát látható, hogy a világi politikai uralommal vagy hatalommal összefonódó Róma, a római kereszténység, a perzsa mazdaizmus, a mohamedán vallások és sorolhatnánk, mindent megtettek, hogy ez a gondolat ez nem maradhat fent. Ugyanis ez rendkívül lelkesítő, egyébként nagyon, viszonylag könnyen megérthető, és onnantól nem kellenek bonyolult dolgok. Tudni, hogy mindenkivel egy vagyok, felfogni, hogy ha van Isten, akkor nem lehetek rajta kívül, különben csak érdemes végig gondolni. Van abszolút, én egy papbácsival vitatkoztam picit erről, hát ha létezik az abszolút, akkor lehet-e rajta kívül valami? Hát nyilvánvaló, hogy nem lehet, tehát akkor én is az abszolútnak valamilyen része vagyok, vagy benne vagyok. Tehát Istenben vagyunk, ha tetszik, ha nem. Ha pedig benne vagyunk, bizonyos mértékig mi is azok vagyunk. Úgyhogy még egy kép erről tehát a képen azt látjátok, hogy hol alapított asramokat vagy templomokat Tamás apostol. Formailag a két férfi annyira hasonlított egymásra, hogy amikor Tamás, ugye Krisztus kérésére tanítani kezdett Szíriában, tehát a pártus birodalomban és Indiában, akkor mindenki azt hitte, hogy Jézus jött el újra, tehát borzasztóan hasonlítottak, legalábbis a hagyomány szerint. A sírja látogatható, szerintem évike volt ott, ugye Chennaiban, mellette valójában a korpusz, az a murti alatt van, de egy brahmana irítségében hátulról lándzsával keresztül döfte Tamás apostolt, mert különb képességei, szidiai voltak, mint a jógiknak, és irítségében leszúrta. És úgy, nem tudom, látszik-e a képen, egy lándzsa van így mellé fektetve, ami emlékeztette a tragédiára. Hát 3 perc maradt, arra gondoltam, hogy idéznék Tamástól indiai felfogásban, hogy visszailleszem az estét a Védantába. Jézus mondta, hogy ezt Tamás evangéliumban találhat, az a 2. verszak.
Ha azt mondjátok, akik előttetek járnak, íme a királyság az égben van, akkor a madarak meg fognak előzni titeket az égben. Ha azt mondják nektek, hogy a tengerben van, akkor a halak meg fognak előzni titeket. Ám a királyság bennetek és kívületek van. Tehát immanens, transzcendens. Ha megismeritek magatokat, akkor megismertettek, és fölismeritek, hogy az élő atyának a fiai vagytok. De ha nem ismeritek meg magatokat, akkor szegénységben lesztek, és ti magatok lesztek a szegénység. Hát magyarázni sem kell. Majd így folytatja. Ez még bonyolultabb, ez már a, ugye 20 verszak van a kettő között, de ez meg a számkert tárgyalja is. Jézus azt mondta nekik, ha a kettőt egyé teszitek, ha a belsőt olyanná teszitek, mint a külső, a külsőt, mint a belső, a fölsőt, mint az alsó, és hogy a férfit és a nőit az egyes egyetlenné fogjátok tenni, hogy a férfi ne legyen férfi, sem a nő nő, ha a szemeket szemhelyébe teszitek, értsd harmadik szemmé vál a két poláris szem, és ha kezet kézhelyébe és lábat lábhelyébe, és képet képhelyébe, akkor fogtok bemenni a királyságba. De hát ez a tanítás nem tartozott mindenkire, úgyhogy a következő verszak azt mondja Krisztus szavaival, kiválasztalak titeket, egyet az ezerből, és kettőt a tízezerből. Tehát ezért mondják, hogy nagyon nehéz komoly tanítványt találni. Tehát kiválasztja, aki erre képes, és meg fognak állni, midőn egyes egyedül lesznek. Vagyis azt mondja, hogy olyan megvalósítás birtokába kerülnek, magyar azt mondja, hogy jéghátán is megél. Hogy a saját lelkének megvalósítása miatt maga is Jézushoz hasonló szilárdsággal képviseli. Ugye a Bhagavad Gita azt mondja, hogy sok ezer ember közül talán egy törekszik a tökéletességre, és a tökéletességet elértek közül is alig ismer engem valaki, és az engem ismerők közül is talán egy, ha ismer. Nem folytatom a kicsit bővebben tett, majd megjegyezzük és innen folytatjuk, mert szerintem izgalmas. Nagyon érdekes, hogy az Upanishádok szerint, a látó kinyilatkozatása szerint van egy ilyen kifejezés, hogy szóham, ami azt jelenti, hogy én vagyok ő. Ugye? Ami óriási jelentőségű, ez a saját lelkünknek az eredeti vibrációja. Most akkor nem beszélünk róla, mert nem akarom összecsapni. A jógi már azt mondja, hogy hamsa. Tehát mi, mikor elkezdjük, akkor azt mondjuk, hogy szóham. Ugye annyira szép és gyakorlatias ez a rész, hogy ha van kedvetek, akkor innen fogjuk folytatni. Most pedig két verssel szeretném befejezni, mégiscsak ünnep van, és közben ellapozom az utolsó képre szomorú szívvel, hogy közben ezt lássuk. Az egyik vers, ugye Aurobindó véleményem szerint megvilágosodott. És miközben olvastam a prózai tanításait erről, valahogy arra gondoltam, hogy versbe kéne összefoglalni. Azt a címet adtam neki, hogy a végtelen kegyelme, de hangsúlyozom, hogy az ihlető az Aurobindónak az írása volt. Elnyelt ez a boldogságtól a habfehér óceán az Ánanda, és én azóta csupán Isten örömének tajtékzó hulláma vagyok. E végtelen harmónia szertelen fényének formátlan áradása. A lelki ég gondtalan patakjainak hangoskodó örvénylése. Egy csésze áldás vagyok az ő mindent átható rajongásából. Kozmikus égi mámorának cikázó mennydörgése, gyönyörének felfokozott izzása a teremtés végtelenjében, isteni elragadtatásának időt nem ismerő mélysége. A határtalan Úr dicsőségétől mámorosan elismerem, engem teljesen legyőzött ez a mindig létező születetlen szépség. Felfoghatatlan. Élek, s mégis láthatom az örökkévaló tökéletes arcát. Csak nézem őt hosszan megigézve, ám sugárzó kardjának suhintása szétoszlatja elmém. Nem fáj ez az üdvözítő érintés, sőt mindent beteljesít. Tehetetlen égi meteorként szállva szakad szét a szívem, s már csak Isten lángoló kegyelmének szerte hulló csillagpora vagyok. Tehát Aurobindo valami hasonlóan élte meg az anyagi személyiség elporladását és a transzcendens belépését, de van egy prózai írása arról, aminek nem örült, nagyon unta már az anyagi világban való jelenlétet. Tehát megterhelő volt a számára. És mikor
pár nappal ezelőtt erről olvastam, akkor ismét rám tört, hogy ezt pár verszakban formáljuk meg, és akkor én ezzel búcsúznék el tőletek. Ugye ezt az Ácsárja Lilának, vagy a tanítók keftelésének hívják, és úgy néha el kellene, hogy az ember belegondoljon abba, hogy egy nem illúzióban lévő lény azt hogy éli meg, hogy 80 évig bele van préselve egy illúzióban lévő fizikai testbe. Tehát ez nem olyan szórakoztató. Különös megbízást teljesítettem az éjjel. Nem tehettem ellene, mert a végtelen idő mélyén már jó előre megírták találkozásunkat. Mellemben Isten halhatatlan fényét hordozva eljöttem a sötétség veszélyes szívéhez, hogy megkérjem a kezét. Odahagytam a megvilágosodott elme dicsőségét, az isteni lélek békésen áramló gyönyörét, hogy egy homály borította, szinte teljesen vak, szürke partra utazzak, ahol a tudatlanság vize hömpölyög. Küszködve gázolok a hideg hullámok gyűrte ragadós iszabban, és e fárasztó zarándoklatnak sehogyan sincs vége. Lassan elvész szemeim elől az időt nem ismerő önragyogó istenség, és már nem ér el szívemhez mennyei barátom hangja sem. Megviselem magányos zarándoklat, süketés vak körülöttem minden, de legbelül tudom, hogy iszabba írt lábaim nyoma egy napon a halhatatlanság ösvényévé lesz. Hát én ezzel köszönném meg végtelen türelmeteket és figyelmeteket, és akkor talán lesz még jó alkalom, hogy innen folytassuk. Köszönöm szépen a figyelmet. Jai Sri Guru, Jai Sri Guru.